Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a morning show. 6 óra után 13 perc. Hello Feri, jó reggelt! Hello Jani, mindenkinek jó reggelt! Itt vagyunk! Jó reggelt kívánunk! Már sövi! Már 6 óra után 14 perccel egészen pontosan, drága hallgatók, itt vagyunk. Milyen a reggeli sport? Az melós. Most, hogy beemelted az életedet. Mennyi volt ez a dal? Mindig kijól 3.30. Hát azt hittem, hogy picit hosszabb. Igen, pedig hallottuk már eleget, ismerhetnénk. Igen, hallottuk már elég sokszor, de hát igen, szóval, hogy itt voltunk már Jánosra, csak beszélgettünk, aztán csak meghallottuk, hogy szól a... Igen. Szól az Opelen, akkor rohanjunk. Igen, Balázsnak annyival könnyítettebb volt a pálya, hogy az ő kezében nem volt egy kávé, miközben rohan, de azt az iszkolát. Kellett egy kicsit jönni, hogy igen, egy ideje érjek, mert nem szeretek elkésni, úgyhogy... Úgyhogy itt vagyunk. Viszont legalább most nem terheli a tüdődöt az ájér, ami fogadott minket pénteken. Kiszellőzött. Utólag kiderült, igen, most egy picit visszafogottabb. Utólag kiderült egyébként, hogy legalábbis a portásunk azt állított, hogy éjjel volt ott egy áramszünet. És valószínűleg annak következtében dőlhetett meg egy kicsit jobban a tisztítószeres bödön, flakon, marmonkanna, stb. Tehát hogy ott pont amikor az öblítőt öntötték a bödörbe, elment az áram. Most sötétbe kellett. És nem látta. És egy deci helyett egy liter lett, és emiatt lett ennyire. Érzésre öntötték, de most sokkal elviselhetőbb szerintem, vagy pedig régóta van már nyitva az ablak. Nem, most már olyan aktív tisztaság illat van, de nem több, nem kevesebb. Tehát nem az a fajta könyvfacsaró, migrén fakasztó szag, ami nem is mondható illatnak, mint pénteken, most jó idő van. Még szombat reggel is szerintem éreztük, mint igen. Vagy ez még mindig a pénteki. Igen. Halló, kérdezi valaki, hát most élőben megy, vagy kazettáról, mert attól függ, felkelek-e. Hát akkor kelj fel. Ne, akkor feküdj inkább vissza. Most igen, ellentétes információk. Élőben fogunk egy napilapot, majd lefotozzuk. Lefotozzuk saját magunkat, de hát ez élőben. Élőben megy már. Hétvégén mindenkivel minden rendben, jó volt, hát, lement. Ugye, miatt, hogy ugye volt szombaton tanítás, emiatt egy picit rövidnek, olyan kurtának tűnt az egész. Hát, a gyerekeknek is be kell ilyenkor menni szombaton? Hát persze. Tényleg? Hát miért, ha a szülő megy, akkor nem csak a tanárnénik mennek be. Valahogy nekem még az iskolás rendszer nincs meg. Csak majd szeptembertől ebből se gondoltam, hogy ilyenkor megy a gyerek is. Nekik szombaton is tanítás volt. Ó, hát akkor egy rövid hétvége volt. Igen, picit kevesebb óra volt, de hát ettől függetlenül azért ők is mentek. Úgyhogy hát vasárnap meg már készülni kell a hétfőre, mint minden rendes gyerek ugye, tanulásra. Akkor végig tanultátok, görnyedtétek, szegény vadon család. Hát nem, vadmalacok szombaton görnyedtek a munkába, vasárnap az íróasztal mellett görnyedtek. Jövőjére kell gondolni, persze, így van. Tanulsz itthon anyáddal, míg én elmegyek sütni, ugye? Így van. Nálatok is, Uli? Kérlek, szépen nem volt, mert betegek voltak a gyerekek, viszont vasárnap már elmentünk életünk első, már azért mondom így, hogy erre is ugorhass, hogy életünk első karate versenyére, amit mindig mondtam anyának, hogy figyelj, én nem akarom a hétvégéimet sportcsarnokok büdös öltözőjében. De mi, most már karatézik is a gyerek? Karatézik. Ezt régóta is, azt soma. Azt nem mondta. Ezt nem mondta. Hármat mondtam, foci, karate. Nem mondtad. Na tegye fel a kezét, aki hallotta, hogy karatézik a soma. Nem mondtad. Életemben egyszer hallottam. Nem mondtad. Az óvodába jár a saját döntése a gyereknek. Nem mondtad. Titokminiszter vagy. Foci, karate, ez van az oviban, és ahova jár edzeni. Hát vagy már nem tudjuk fejbe tartani. Vagy már igen, lehet, hogy megmondom, mit mondtál, tornát mondtál, hogy a gyerek ilyen zsámolyokon ugrál. A torna az heti meg a panna kézilabdázik. Ennyire Anna, vagyok. Te hallottad, hogy karatézik a soma? Köszi, Anna. Igen. Jó, te mondjuk, te mindent tudsz. Egyrészt mindent tud, kettő adáson kívül is itt récsenek. Én sem tudtam erről a karatézésről, nem. Biztos, hogy rákérdeztem volna. Nem. Hogy milyen stílus. Hát így fölrakják a fogalmam nincs, nekem mindegyik ugyanolyan, de ez biztos, hogy most karatézni jár, értve már nem, most már egy fél éve. Vagy ovis karate verseny? Ovis karate, a verseny maga az nagy verseny, és akkor már úgy kezdik, hogy 4-5 éves korosztályt már lehet vinni, ők úgy küzdenek egymással, hogy nincs még verekedés, hanem be kell mutatni valami áll egymás mellett, 2-4 éves gyerek, vagy 5 éves gyerek, és nyomják ezeket. De tényleg karate, vagy pedig csak egy formát szeretek volna adni az óvodai verekedéseknek?
Na jó, akkor most már csináljuk komolyan, valami szabály legyen már, gyerekek, ütitek, öritek egymással. Nem, tényleg az, tényleg a világbajnok karate nénink van, aki, hogy hívják, tanítja a karate mozdulatokat, és hát mindig ezt mondtam anyának, hogy én nem biztos, hogy ezt akarom, hogy szombat-vasárnap bizonyos tornacsarnokok, hát fiúszagú öltözőben. Aztán benyaltad. És úgy benyaltam, mint az állatom, most mondom, neked már reggel fölkelsz, már puffogsz, hogy már tényleg menjünk, ne menjünk már, anya, de menjünk a gyereknek első versenyen, nézd meg, Soma, így ült, induljunk el. Leülsz a lelátóra, nyomja reggel a izé, már minden bajod van, és akkor jön a gyereked. És akkor azt mondod mindenkinek, csend! Igen. Mi is szülők vagyunk, Rákóczi úr, nem kell. Üljön le, Ferike, üljön le. Vagyunk még itt 300-an picit pihenj. Igen, és mindenkinek a saját gyereke. Értjük, hogy a maga a legfontosabb. Ebben a dolog most van. Most ott a Soma! A világbajnok! Hajrá, Somi! Üvölt ezt, mint az állat. Mintek nem, Ferenc, 10 perc olyan a gyereke, csak rossz a szem egy picit. Nem lát el oda. Itt fehér ruhában van. Ő egy kislány és 8 éves. De nem baj, Ferenc. Pont ezt történt. Gabinak hívják, de majd jön a Soma is 13 perc múlva. És hogy csak legyen kedves név nélkül kiabálni. Tehát csak olyanokat, hogy hajrá! Hajrá! Hogy jó vagy. Nem mond a nevet, mert akkor biztos, hogy előbb-utóbb. És még egyszer, legyen, és ne kiabálja, hogy Hadzsi, mert a gyerekek még egy picit túlvezérezve, és mindenkinek neki. Illetve ami a legfontosabb, Ferenc, forduljon meg, mert arra van a lelátó. Igen, a lelátó. Nagyon jó, fel, csak arra. Igen, így van. Nem jó irányban nézni. Ünnepel, nagyon fair, igen, de a maga fiaj vesztett. Na és jó volt? Egyébként tényleg vesztett a gyerek. Vesztett? El. Én romjaimban voltam. De mibe állt? Nem az, hogy egyedül hadd a Handa a Handa Banda. Ketten mennek föl, egy piros és kék verseny. Hát de nem kell egymással küzdeni, nem azt mondtad? Hát de úgy kell küzdeni, hogy rendesen van a három bíró, a piros meg a kék zászlóval a kezükbe, bejön a két gyerek, és bemutatja a forma gyakorlatot, amit ja, aztán pontoznak. Akkor érte. Kata versenybe indult a gyerek. Kata? Milyen kata? A kata az hát, azért jó, mert nem jó, kell lámát. Ki ez a kata? Kata. Jó, csinos? Csak kata csinos? Hogy csinos, helyes meg? Helyes. Csinos? Kata verseny. Hát nem tudom, ha így hívják, akkor hát így akkor nem ástam bele magam mélyen. Tehát nem egy páros küzdelem volt. Hát de egyszer ketten jöttek. Ja, úgy értve. De egyszer ketten mentek a Somára. Hát milyen világ ez? Ugye? Érted? Már mentem, le akartam menni. Húzhatom az a kis görcsök a fiamról. Mi az, hogy egyszerre ketten támadnak a gyerek ellen? Tehát két gyerek följön, és ugyanazt a gyakorlatot kell bemutatni. Ez a kata? Ez a kata. A forma gyakorlat a kata, annak a neve a kata. Igen. Igen. Bemutatsz egy katát. Így van. Hát küzdő sportokban jó vagyok. Katát. Aha. Bemutatsz egy katát. Na, bemutattak egy-egy katát. És mondtad, akkor... nem kata béka. Nem, Ferenc, nem úgy. Nem úgy értjük, Ferenc. Nem mindegy. Kata Soma, ez fiúban. És ne bánysd. A lányoknak csak a haját húzzuk. Bemutattuk a katát, Reni néni ott volt tündén, a karate néni mutatta, hogy mit kell csinálni. Soma pedig érezte, hogy ez eljött az ő pillanata, és egy ilyen nagyon hányaveti módon nem csinált semmit a szőnyegen, vagy tatami, ugye, úgy hívják? Uh-huh. Tatamin a kata közben nem csinált semmit, lendült a piros zászló, tehát az ellenfél tovább ment, és Soma nagyon boldogan lejött a szőnyegen. Ugyanis kiderül, várjál, tudta a gyerek, óriási duma volt, tudta a gyerek, hogy apa, itt mindenkinek adnak érmet. Ja. Mert hogy ez, ugye kicsiket még így motiválnak, hogy négyen küzdenek egy csoportban, van ugye arany, ezüst meg bronz, de bronzból kettő van, tehát két harmadik. Tehát a gyerek tudta, hogy nem csúszik a le. A gyerek tudta, hogy neki tök mindegy, érted? Hát, éppen ez is semmit nem csinált. Azt mondja, hogy ott ki csinálja. Lejött, azt mondja, hogy úgyis megvan az érem, pater, mondom, na elmész. Biztosra ment. Hát de akkor is legalább küzdjön egy picit, legalább rogyassza be a képzeltellenféllel. Igen, már képzelt ellenféllel, de valamit csináljon a gyerek, semmit, és akkor mondtam neki, de Somi, hát jobb vagy, mint látod, hát nézd már arra a gyerekre, aki megvert. Nézd már azt a szerencsét, nézd már. Te sokkal jobb vagy. Nincs is, hogy senki ezt a tütöget levegőben. Sokkal jobb vagy, nézd meg. Árnyékbokszol a kis köt. Úgy is megvan az érem. De jó ez. Jó, egyébként nincs ezzel baj. Hát kész voltam. Valami full kontaktban, hogy gyerek jó lesz. Úgy látszik, ez neki nem áll jól, nem fekszik neki annyira ez a mutogatós képzelt ellenfeles történet. És akkor ráment a vasárnap erre? Nem volt azért egy délelőtti program, egy másfél-két óra, utána elmentünk Velencére, mert ott napsütés volt, jó volt, sétáltunk egyet a tóparton, ettünk egy lángost, azt jöttünk. Van valami a kis ruhájára rávarva, és akkor ki tudjuk találni, hogy... Somina? Aha, azon kívül, hogy Soma, Rákóczi, Hun, Furkó, Furkó BT, vagy tudod, valamilyen nagyon primitív, tudod, ilyen izé... Furkó BT. Furkoláb Kft. Őrzésvédés. Furkó BT.
Nem volt még, vagy nem, semmi nincs rajta. Én nem vettem. Nincs ruhád? Mi melegítőbe küldted fel a gyerekeket? Igen, melegítőbe, meg egy póló. De susogósba? Susogós, melcsibe pehetnék. Nem izébe, ilyen lila susogósba, tudod. Hát hogy hangja legyen, mint a kung fu filmekben. Az. Ferenc, légy szíves, a sángi melegítőt vegyük le a gyerekről. Nem, a hangot azt én adtam a lelátorról. Az mondjuk, igen. Csillem el valami, csak hogy a hang mellé legyen. Ilyeneket nyomtam mellé. Egy pólója van, egyen pólónk az van, de hát én nem vettem ilyen ruhát. Milyen pólóba karatézna? Póló meg egy de van, akinek van ruhája, de én még nem ruháztam be. Ez egy karate ruhá, már karate ruhá. Ja igen, de akkor te még nem ruháztál be. Minek ruháztam volna be ruhára? De igazad, nekem ez például hát most ki tudja, hogy meggondoljam magát, és hát holnaptól ízélni akar balettozni, hát akkor most mit csinálsz a karate? Mit akarsz már megint, mert 13 éve karatézok vagy, már nekem egy... Ja, az még, majd lássuk előbb az eredményeket, majd aztán. Úgyhogy az nincs neki. Melegítő nadrágban volt, mert hosszú nadrágban kell karatézni, azt mondták. Az. Én simán belögtem egyébként rövid nadrágba a gyerek. Renéni a karaténén mondta, hogy apuka, hosszú nadrág. Hosszú nadrágban akkor kapott egy melegítőt, meg egy egyenpólót, így. És így nem verte végig a mező. Hát ez volt, de egyébként marha nagy büszkeség. Persze, jó érzés. Ugyanakkor meg rohadt mérges is vagy a gyerekre, hogy miért nem próbált meg legalább egy picit küzdeni, de mikor ezt belopta, hogy figyelj, mindenkinek jár az érem, akkor... A gyerek ez tudja, ma érted, a gyerek a tudja. Hát nem. Fölöslegesen nem strapálja magát. Mindenki izzadjon meg. Oda tette magát, fejbe megvert mindenkit. Így van. Ilyen Olcsó János verseny nem mentek el, a nincs elég érem. Hova? Gyerekekkel. Ez jó. Na jó van, szóval akkor jó hétvége volt. Hétvége jó, volt nagyon, neked, nagyon is, jó neked is. Jó van. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ugye pénteken. Hát fura balett előadásokról beszélgettünk, illetve fura koncertekről, előadásokról, és volt egy hallgatónk, aki ugye elmondta, hogy sikerült az ominózus hagyjuk zava előadás, amit mi nagyon szerettünk. Éva betelefonált, és hát elmondta, hogy milyen borzalmas volt az ominózus orosz balettes előadás a Kongresszusi Központban, ahol a Hattyúk Tavát akarták előadni, de... Újító volt. Újító volt, így van. A kövér varázslóval és a partnerét emelni nem tudó balettos balettművésszel. És aztán arról beszélgettünk, hogy ki milyen szörnyű koncertélményen volt már, ami vagy színház, tényleg, vagy mozi, vagy koncert. Hát kaptunk izgalmas SMS-eket, hogy ki mit látott már. Úgyhogy ezeket a pillanatokat megmutatjuk, csak hogy mi történt velünk pénteken, aztán jövünk vissza még a hírek előtt. Leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Fél hét van pontosan. Jön a kópia, csak még zögykülődik a hatos villamoson. Hát ez, na jó, SMS-ek voltak ezek. Egyfajta ilyen multidézés, nem? Óriási. A régi időket tényleg, amikor még Vörös Csillag mozian fordítva rakta be a mozigépész a filmet, és nem szólt neki senki. Vagy nagy kiabálás volt. Na, jól van. Hát megnyertük a múlt hetet ugye a játékot, ami a játékot illeti. Szoros volt. Hát mi elverdődtünk kettő. Jó, igen, ezt nem akartam. Nyertem meg. Nézd, én ezt nem akartam mondani, de ha felvetetted, akkor szívesen megjegyzem, hogy volt egy kis csetlés botlás csütörtökig, és aztán pénteken. Kis teltetlenkedés, kis tanásztalás. Kis tutyimutyiskodás, kis forgolódás. Bénázgattunk, jó, értem. Kis bénázgatás, és aztán pénteken természetesen érkeztem, és gyorsan. Persze, ott hozta pontokat eleinte, de. Gyorsan rendeztük az erőviszonyokat, úgyhogy vesztett hét után vagytok, drága hallgatók, és most egy teljes hetetek van. Van, mert jövő héten csak villámhetünk van, ugye? Szerdán kezdünk majd, hiszen hétfőket munkaszüneti nap, ezt gondolom sokan várjátok ti is, úgyhogy teljes hét áll most a rendelkezésetekre, hogy leverjetek bennünket. Úgyhogy lehet jelentkezni a játékra. Jó? Hát, hogy hozzátok a megszokottat. Hogy hozzátok, legalább hozzatok egy-két győzelmet. Gyorsan nézzük, mit írnak korán kelő hallgatóink, akik már itt vannak velünk ezen a csodálatos hétfő reggelen. Nem tudom, mitől csodálatos, de legyen a kedvenc csodálatos, jó, és emiatt a hétfő is csodálatos. Ez igen. Valaki már most követeli a Hunadalt. Hát szeretjük az ilyen elszántságot, de lehet. Engedünk a népakaratnak. Nem? A nyomásnak. Valamikor szerintem leadjuk. Mindenképpen. Igen. Azt mondja, hogy Ági írta, hogy Soma a Kidabachi versenyszámban indult, és nagyon ügyes volt. Köszönjük, na. Ági, de az ugye Kibadachi. Igen, tehát az inkább B-vel. Hát egy Kidabachi, lehet Kibadachi. Ezt úgy mondják, de egy másik stílus, vagy pedig korán van még. Így van. Azt mondja, hogy nem értesz hozzá, Feri, Soma mozgatta az ellenfelet, vele volt az erő. Igen, de jó vagy. Igen. Jó reggelt, semmi baj, agyonveri majd még a mezőn, szép reggelt és hetet nektek, tehát okos gyerek fölöslegesen nem strapálja magát. Ez persze, igazad van. Hát olyan annyira meggyőző volt, hogy ott a Kidabachiban ott nyomta a cukikat, hogy nem mert felmenni az ellenfel a tatamira. Igen. De ott állt valaki mellette, szerintem nem lehet vele szembenézni. Félt a perzsölő tekintetétől. Basikám, vicces kezdve, egy ilyen gyakorlat után összepisülnéd magad. Na tessék. Na ugye? Na.
írta nekünk az önkéntes Bruce Lee hallgatónk, aki a szívére vette, hogy egy ilyen kibádacsi sorozattal mi mertünk viccelni. Senki ne felejts el. Vidám, reggeli ébresztő műsor. Így van, ezt bele kéne tenni a jingle-be, csinálj meg egyet, jó? Nem elfelejteni, ebben a műsorban minden idézője. Nem felejtsd el. Hello, az M0-áson Szeged felé egy busz égett ki, ezt én is láttam, már hogy ezt már én mondom, hogy én is láttam, ja. Nem az SMS író írja, nagyon cudarul néz ki. Nagyon cudarul néz ki. Mi történhetett? Ki égett? Nem tudom, te láttad. Remélem az utasok nem. Igen, szóval, hogy én nem értem, hogy egy ilyen utasszállító, egy nagy DAF busz, vagy egy óriási, egy Volvo busz, gyerekek. De már csak a romok, vagy még már csak a villogó tűzoltó, villogó rendőrautók, utasok, mentőautó, már sehol senki, remélem senkinek nincsen baja, de nagyon rosszul nézett. Ja, akkor nem vagyok nem ilyen, hogy egy BKK-s jármű, tehát nem arról nem utasszállító. Hogy vitézi üzenet tarlós. Nem egy vitézi kontra tarlós leszámolás. Nem, szóval nem jól nézett ki. Ott a 6-os, M6-os nullás találkozása környékén. Reméljük, hogy tényleg nem történt személyi sérülés, ahogy szokták mondani. Így van. Ákos elmondja, a legfrissebb híreket lehet jelentkezni játékra, ha játszanátok velünk, és nyitnátok a hetet egy jó kis játékkal, akkor írjatok SMS, mi pedig jövünk a hírek után. Fantasztikus volt, Ákos. Köszönjük szépen. Óriási volt. Kérném szépen volt. Majd kiírva. Jó, hangonyomként. Köszönjük, srácok. És 15:03 lett a vége. Isten, hogy lett ennyire jó? Jelentsen ez bármit is. Jó, van aranyszínű fűsztalunk? Van, hogy kiszínezzük ezt a napot a naptárban? Légy olyan kedves. Van rólam készült naptár, akkor adok. De rólad készült egy fecskés kép? Azt majd megbeszéljük adásunk. Léci, köszönöm. Én tudok erre csinálni. Volt már olyan ajándék, mikor ezt kapták a kollégák. Én azt gondoltam, hogy nincs hova fejlődünk, de azután már tényleg ezt gondolom, mert az volt a csúcspont. Az volt a csúcs, van még belőle? Hát nem merem kidobni. Csak az a baj, apró darabokra várom, mert valaki megtalálja, és fölteszi az internetről, szörnyű dolgok. Meg az volt a baj, hogy hármat nem tudtak csinálni, csak 300-at. Az volt a minimum a nyomdába, úgyhogy van még belőle. Lent van a garázsban, igen. M7-es Ferenci pihenőnél a gyalogos hídon van egy trafi siófok felé, Dávid 94 küldte nekünk. Köszegen esik a hó. Szombathelyen is nézem a webkemet. Atya Isten, buzogányos írta nekünk. Szentendéről kifelé trafiznak a benzinkútnál, valamint M0-11-es kilométerénél Szeged felé a felhajtónál kiégett busz a szélső sárban. Igen, ott helyszínelnek. Dávid 94 küldte nekünk. Nem hangzik túl jól ez a márciusi hóesés. De mondtuk februárban, hogy meg lesz a bőtje ennek a jó időnek. És általában ez már tényleg így van, hogy egy picit csúszik a dolog. Nagyon durva. Most nézem, Szombathely, főtér, élő, pont úgy néz ki egyébként a főtér most, mint egy Music FM-es kitelepülés, két ember, esik a hó. Sehova se. A hóesést is viszik magukra. Igen, sehova egy lélek. Na jó, ne szemétkedjünk. Játszunk inkább itt, ha már is egy hallgatónk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Milyen képeket mutatnak közben a csatornán. Jó, Istenem. Az előbb. Halló, jó reggel! Sziasztok! Szia! Jaj, de örülünk a vidám női hangoknak. Hát annyi pasi ülít a stúdió, majd kifejezetten jól jön már egy női hang. Hello, jó reggelt! Sziasztok! Vivien, hello! Így van. Vivien, hogy kuncogsz, ez jó. Jó kedved van? Hát, úgy alakul a nap, hogy eddig még jól. Na, mitől jó a nap? Mesélj egy kicsit. Volt hát valami, most még, beszélhetünk, hát most még nincsen, most még nem vagy játékban, tehát most még bármit mondhatsz. Tudom. Nem, végül is ugye járok sportolni, lovaglás, és ugye a rossz idő miatt nagyon sokáig nem tudtunk elmenni, és tegnap végre eljutottam oda, hogy lovagolhatok. Wow, tereplovaglás, vagy még bent a lovardában? Nem, tereplovaglás. Már kint terepen, de jó. Így van. De jó az. Nekem is ez hogy hiányzik, kéne mennem lovagolni. Merre lovagolsz? Nyíregyháza. Nem láttam a csillogást Balázs szemében, hogy becsatlakoznak. Nem azért, hogy Vivienel együtt, csak hogy kíváncsi voltam, hogy budapesti lovarda, vagy Pest megyei lovarda, vagy Nyíregyházi. Az nincs közel. Kivel játszanál, Vivien? Janival. Ihaj! Ihaj? Képes oda ezt mondani, hogy Ihaj, mert Csuhaj. Miért nem Ihaj, Csuhaj? Mehetünk, Vivien? Persze. Na, szedjék ki mindent Vivienből, jó? Mindenképpen. 3-2-1, és tessék. Vivien, szia. Tudod, hogy mit jelent a neved? A neved jelentése, tudod mi? Fogalmam sincs. Van ugye a kapcsolatom, de benne vagyok minden jóban. Na, ezt jelenti, utána néztem.
Tudtad? Haló, itt vagy még? Még sejteni se sejtettem. Ma mész lovagolni? Sajnos. Mész? Biztos? Mióta lovagolsz? Mióta lovagolsz? Igen. Ott volt egy igen. Olyan, igen, sarokba szorítottak, és nem tudtál, hogy kijönni, pedig én suktam gondolatban, hogy mit lehet mondani. Sajnos rossz idő lesz, sajnos nem érek rá. Nincs lehetőségem ma. Igen, de sarokba szorultál és beszorultál. Szép volt, Jani! Köszönöm. Vivien, hát rá sokkoltad magad erre a játékra. Visszafogott volt a játék. Hát lehet. Túl rámenős voltam. Hát azért nem. Nem? Hát hiszem benne van mindenben pártam. Igen. Vivien, ezt picit megijedtél és bestresszeltél, és ez sajnos megakadályozott abban, hogy ez egy kiteljesedett játék legyen. Így van. Jó? Köszi a játékot, legközelebb. Sziasztok! Szép napot! Hello. Furán alakult, jól indult, lendületes volt, cuki hangja volt, aranyos volt, és aztán valahogy elszótlanodott, és végül már csak berakta a fejét a giotin alá, és hagyta, hogy meghúzzuk a zsinort, nem? Igen. Ugye? Én azt hittem, hogy ez egy hatalmas küzdelem lesz, nagyon jól nyitott. Igen. Laza volt, flott volt, cuki volt. Hát, akkor a gyerekek. Játékon kívül. Nincs ezzel baj. Cuki is maradt, csak. Én mindig szívesen megadom magunknak a pontot, tehát, hogy nem érzek lelkismert furdulást, ha nevünk mellé oda kell írni azt, hogy 1-0. Ez egy véremelő harc, még mindig. Melyen vagyunk kész, ennyi. Így van. Bocsánat. Azt mondja, hogy hármas baleset a Galváni utca, a Kondorfa utca kereszteződésében, óvatosan menjen mindenki, kicsi Krisz küldte nekünk, mesztelenül ne vasaljon senki, ez Richelieu hétfői jó tanácsa, köszönjük Richelieu, nagyon így van. Írd már meg, hogy mi történt. Hát főleg gőzös vasallóval ne. Ott azért. Lehetnek problémák. Bizonyám. Richelieu elküldött, mi történt, akkor mi is érteni fogjuk, ilyen. Siófok felé van egy trafi a velencei pihenőnél a gyalogos hídon. Na, 7 óra van, pontosan jönnek újra a legfrissebb hírek, aztán jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, 8 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, jó ez a Rednex folytatva, a múlt héten elkezdett hagyományunkat, köszönjük szépen, jó kis Rednex dal. Jaj, de jó kis szám volt. Na, majd 7:30 után izzítunk valamit, jó? Amire úgy fölébredtek, tényleg. Egy jó Katana Ijo. Valami kicsit. Jó, ez a Pötyöm Steven Tyler, de valami kis 80-as, 90-es években visszanyúlunk majd. Valami kis finomságot. Na, azt mondja, meg tudnátok mondani, milyennek a számnak a cím, és ki az előadója? A Lou kérdezte tőlünk. Hát ez a Rednex volt, így van. Igen, nagyon jó Rednex volt. Featuring Steven Tyler. Steven Tyler dala, amit tökéletesen ugyanolyan, mint egy dögunalmas Aerosmith szám. Red, White and You, ez a dal címe. Nem tudom, mitől Steven Tyler, és mitől nem Aerosmith, valószínű szólóalbum. Ráadásul, hogy Ferry mondta, Joe Perry gitározik benne. Igen. Tehát, hogy... Igen. De a többiek lehet, hogy nem értek rá. Hát, vagy nem adták a nevüket hozzá. Igen. Szóval, igen, vagy Justin Bieber azt írja valaki. Hajrá, Vasas, küldte már nekünk, köszönjük hajrá. Szépen. Hajrá, Vasas. Hogy áll most a Vasas a bajnokságban? Nagyon nem tudom. Nagyon jól. Na, azt mondja, hogy mezőberényben mérik a Köröstarcsa felé haladók sebességét, Erring küldte nekünk. Új kügyoson trafi a Szabadkigyós felől érkezőket méri. Biztos, Jancsi. Hogy nem lehet. Jancsi írt, hogy Jan C-H-E-E. Jancsi. Nálunk így, érted? Júj, de durva. Nálunk így. De most miért bántják az új kigyósírkat? Hát tettek ők valamit. Hát nincs ember, aki száguldozna bevezetőn. Szabad kigyós, új kigyós között. Volt ilyen nagy örrenitens alakú új kigyósan, aki ilyen farú rossza volt? Akire mindenki azt mondta, hogy de ja, csak ez volt. Romettel. Különben egy Romettel száguldozott egy izért. A mini Romettel. Egy mini Romettel. Egy jávával, meg egy szímóval száguldozott a halőr, tudod? Ezt tudom elképzelni, hogy a renitens halőr egy jávával, meg egy izért. Hasított a gáton a verhóval. Igen, a kondás ment egy izével, emzével. Az igen, az már igen. Egy 305-es. Egy jó kis cetkával. Egy izével. Úristen. Azt mondja, tudja valaki, miért áll az M5-ös a 12-es kilométernél Budapest felé tartó részén? Hát sokan hallgatnak bennünket, ha valaki tudja, akkor biztos, hogy megírja majd nekünk. Köszönjük szépen. És azt nézem, hogy nyavajás eső esik Hajdú-Szoboszlón is.
valamint mérnek Balaton-Almádiban a Molkútnál. Ezt Géza. Géza küldte nekünk. Ej. Most jön a védás jelentés, most kapjuk meg. Most. Eddig csöndben molesztáltak bennünket, és most majd hát, jön az értesítés. Ugye a védát azt már elkezdték trafipaxra használni, és akkor utána mentünk át erre a dologra, ami mostantól kezdve éles. Tehát bármit csinálsz, azt látják. Bármit. De tényleg, tehát nincs már záróvonalazás, nincs piros lámpa, nincs... Semmi. Se nyugod, nincs nem mehetek át nyugodtan egy záróvonalon, nem mehetek át nyugodtan egy piros lámpán, hát milyen világ ez? Helyeken vakarózás, semmi. Mindent látnak. Tehát mindenbe belelátnak. Vagy a... Már jön is a fénykép. És ha vajon van egy olyan pólom, amin van egy biztonsági öv keresztbe, akkor azt meg tudja különböztetni, hogy valójában be vagyok egy kötve, vagy csak a pólomon van egy biztonsági öv? Hát ezt nem tudom. Ez látja ennyire durván a rendszer? Nem. Tehát ha fölveszek egy rövidújú pólót, és keresztbe van egy fekete csík, akkor mit lát a rendszer? Az, vagy hogy... ha fölveszel egy fekete pólót, na akkor mit csinál? Mert azon egyébként se látszik, ugye? Azon nem, azon szerintem nem látszik. Szerintem azt is érzékeli. Tehát térben is el tudja helyezni rajta a kis elemeket. Igen? Föl kell ragasztani, legyen egy olyan fehér póló, amire fel van ragasztva keresztbe egy ilyen biztonsági öv darab. Hát, ja, de hát van már ilyen póló. Egy fehér póló, és egy fekete minta van rajta. Tehát egy fekete sáv megy rajta keresztbe, mintha be lennél kötve. Ugye a bal vállattól indul, és egészen a jobb csípődig megy. Tehát tök ugyanúgy nézel ki a kocsiban, mint hogyha szerintem azt is, azt is kimutatja. Kimutatja azt szerintem még a ízét és a csavart is a jobb térdekre. Bár... Anyagsűrűséget mindjárt adjál már. Ez egy iszonyú profi szerkezet. Igen. Jó lenne egy Zizi Top kérdezi, írja valaki. Jó lenne. Kérdi, köszönjük szépen. Trafi a 150-es úton Mosó-Magyaróvárnál, ezt pedig Gábor írta nekünk. Na, sokan írjátok ezt a parkolási ügyet, ami most van, hogy mennyire felháborodtatok, és hogy beszéljünk róla. Terveztünk erről beszélni, 8 óra után megpróbáljuk megvitatni és kitalálni, hogy vajon mi lehetett az új rendelettel, kinek mi lehetett a célja, és miért változtattak a parkolási szabályokon. Itt már látom az SMS falat, hogy többen háborognak. Egyébként valóban érdekes. Mi lehet a célját, azt tudom, hogy mindenkit szívassunk meg, aki autóval jár, és még több pénzt szedjünk be tőlük. Tehát ez volt a célja, de hogy miért kellett, ez igazán, én tényleg nem értem. Most szombaton megint mi volt, tudjátok, amikor munkanap van, akkor ugye automatikusan a gépek azok elkezdnek számolni, mi jön a fotós bácsi, tehát hogy kell fizetni parkolójegyet. Hogy nem lehet egy pici emberség például ilyenkor, hogy valaki benézi, hogy azt gondolja, hogy szombat van, és nem veszi jegyet. És jöttek az ellenőrök, ott például a környékünkön úgy büntetett végig a csávó, hogy öröm volt nézni. Hát munkanap, és megtéveszt, ugye, mert elfelejted, igen. Akik nem dolgoznak szombaton, elfelejted, igen, hogy munkanap van. Nem lehet ilyenkor egy picit hát rendesnek lenni. Nincs könyörület. Nincs könyörület. Na, egy nagyon jó kis téma jutott eszembe, de nem az, hogy hátulról eszembe, ha... De nem. Hétfő van. Hanem, voltam hétvégén egy születésnapi buliban, és kaptál nemzeti sportot? Nem, Blik. Minek? Ja, Blikket. Ja. Azért mondom, minek olvasolt a nemzeti sportot? Nem. Bejött Ákos, letett Feri asztalára egy lapot, ami nemzeti sportnak nézett ki, és mondom, mi van már, nemzeti sportot olvasol? Nem akarok egy olyan világban élni, ahol te nemzeti sportot olvasol. Ákos megláttad az újságot, csak foglaltáját gondolta, ha a Feri fúr gyerek karatézik, beviszem neki. Csak érdeklődni, hát mi történik. Csak valami. Igen. Ugye a párkapcsolattal kapcsolatos témáinkat nagyon szeretik a hallgatók, és általában férjek, feleségek, barátok, barátnők is hallgatnak bennünket, és erről mindenkinek megvan a véleménye. És hétvégén voltam egy születésnapi buliban pénteken, ami egyébként nagyon jól sikerült, az esemény fénypontja az volt, hogy éjjel 11 órakor megérkezett egy tűzoltó autó, és ki lehetett próbálni a slaggal való locsolást. Nagy vonalú. Ez volt az ünnepelt kívánsága, hogy ő egyszer kipróbálná azt, hogy milyen ez lehet, amikor brutálisan megnyitod magát a slagot, és ugye hát földönt a slag olyan ereje van, és ő ezt szeretné kipróbálni. Ez és ezt teljesítették ezt a kívánságot. Tudták, hogy elhoztátok a kocsit? Azt nem tudom. Aha. Nem láttam rajta tűzoltókat. Tudták, hogy 3 fok van hajnalban. Szóval a buli jól sikerült, 11 órakor megérkezett a tűzoltóautó, és az ünnepet kipróbálhatta, hogy milyen az, amikor full erővel te kinyitod a slagot, és betámasztasz, és locolsz. És hát a szervezők egyik kérése az volt, hogy mindenki hozott száraz ruhát, de az ünnepet puha volt, és nem fordult rá az őt ünnepet tömegre egyébként. De nagyon jól sikerült kis buli volt. És beszélgettem ott egy srácsal, hogy ki hogy oldja meg azt, hogy hétvégén eljön bulizni, nem jön el bulizni, mit szól ehhez a párja, mit szól ez a felesége, barátnője, mert hogy tudjuk, hogy azért vannak olyan kapcsolatok, és szerintem nem is vannak olyan kapcsolatok, a legtöbb kapcsolatban egy idő után azért az okoz némi konfliktust, hogyha az egyik fél az elmegy. Vagy a másik fél megy el, mindegy, hogy a nő vagy a pasi,
és elmondta, hogy neki volt egy olyan barátnője, és itt ragadt meg bennem a gondolat, hogy ebből jó témát lehetne csinálni, aki úgy próbálta hazazsarolni az illetőt, hogy amikor ő megérkezett haza, akkor utólag tudta meg egyébként, hogy eljátszotta, mintha sírt volna, hogy nincs otthon. Nem már. Eljátszotta, hogy ő mindig sír, amikor nincs otthon, és zsebkendőket hajtogatott az éjjeli szekrénye mellé. És amikor a pasi belépett, akkor azt látta, hogy 4-5 kisírt zsebkendő. Kicsit bevizezte, hogy átsírta teljesen. Szenzációs volt maga a történet, elmesélte, hogy ő ezt utólag tudta meg, hogy ez a lány már egyébként több pasival is eljátszotta, hogyha nincs otthon az ő barátja, és elmegy hétköznap, elmegy hétvégén, akkor ő azt mondta, hogy gyere haza, mert sírok, hogy nem vagy, de sírok. És amikor ő belépett a saját lakásába, akkor azt látta, hogy a lány ott fekszik az ágyon, és hajtogatott, akkor ő még nem... taknyos, kicsit vizes zsebkendők vannak az éjjeli szekrényen. Sírtunk, hát amikor ezt elmeséltem. Hát illetve egy szintelen hajzsölét bele, nyilván, hogy úgy tűnjön, mintha. Könyv. Most már van, tudod, műkönyv. Igen, de a sűrűbb anyagokat ja, nyilván nem. Igen. Sírtunk, amikor ezt elmesélte, hogy eljátszotta a leányzó, hogy ő jöjjön már haza, és ezért addig ő sír, amíg nincs otthon. Igen. És ugye addig ott várta, hogy csapodjon a kapu, meg csörögjön a kulcs a zárba, és akkor gyorsan beszaladt a szobába, és akkor rávetette magát hasra, és Jézusom, tetszik. Igen. Na most ők szakítottak, és azóta, tehát ez egy régebbi története volt, és azóta hallotta más srácoktól is, akik ezzel a lányjal vannak, hogy műsírás. A hajtogatott zsebkendő az éjjeli szekrényen, az ugyanúgy felbukkant a fiúknál, a műsírás és az origamizás addig, amíg haza nem jön az illető. És hát szájtátva hallgattuk ezt a történetet, hogy a féltékenységnek és a most picit örültél, hogy Viki nem hajt. Átgondoltam, hogy van-e ott zsebkendő. Nem saját a történet, és ugye érdekes témát lehet ebből csinálni, hogy az a fajta féltékenység, vagy az a fajta lelki, én nem is tudom, mit lehet erről mondani, amit egyébként pasik ugyanúgy tudnak csinálni csajokon, és ugyanúgy el tudják követni, annak milyen variációi vannak, ki hogyan nyomasztja a párját, ki hogyan próbálja érzelmileg zsarolni, ha valami nem olyat csinál, ami neki tetszik, és most nem csak az elmenetelekre gondolok, mert szerintem ilyen eszközök vannak a férfiak, és vannak a nők fegyverzetébe is betöltve, ha lehet így mondani. De ez hogyan? Egy lelki zsarolás, igen. Mindegyik. De uh-huh. Mi, és tök mindegy, hogy mi a kiváltó ok az, hogy elmész, nem mész, eltetted, nem úgy csinálod, más gondolsz. De ez biztos, lehet az is, amikor valaki elmegy horgászni hétvégén, és az a párjának nem tetszik. Ez lehet egy csajos bevásárlás is, amikor a pasi valahogy megpróbálja nyomasztani az ő barátnőjét, hogy ne menjen el három csajjal vasárnap, mint ma már nem megy, mert be van zárva minden, szombaton shoppingolni, hanem inkább üljenek otthon, mint a megszomorodva. És aztán az egész társaság erről kezdett el beszélgetni, hogy ki, hogy mit csinál férfiként, nőként, bekapcsolódtak ebbe sokan, hogy kinek milyen eszköze van. És rájöttem egyébként, hogy ez nem csak női eszköz. Tehát ezt pasik ugyanúgy csinálják, ha a barátnő valami olyat csinál. A duzzogás, az ellenelmenetel. Mondjuk egy férfinél ez még munkásabb, meg hát ezért vagyunk bőszed egy picit szánalmasabb is. Tehát ez a... Nagyján. De hallottam, de van ilyen pasi is egyébként. Tehát amikor elmegy sokat a csaj, vagy barátnőzik, akkor a pasi ellenprogramot szervez, vagy pedig ugye ő is megpróbál egy kicsit dúzogni. Egy dúzogó pasi, ez kellemetlenebb, igen. Házi munka megosztásánál például a beosztott mosogatás a nő feladata, a egyik haverom pedig miután nem mosogatott-e három napig a barátnője, akkor azt csinált, hogy kipakolta az összes tányér, de a mélytől alaposan a kicsinát, és mindegyiket egy picit bekoszolta. Valamivel bekente, hogy koszolja. Hogy mit csinált? Tehát ő mosogatott volt, egy ideig? Nem, be volt osztva a mosogatás, az volt a leosztás, hogy a nő mosogat. És a srácnak más volt a feladat, és nem volt elmosogatva három napig. Nem az történt, hogy szóvá teszed, hogy figyelj szívem, most már tényleg áll a dzsúva, vagy elmosogat, hanem kipakolt minden egyes tányért, kivette mitén egy csokis linzert valahonnan, mindegyik tányérra húzott egy X-et, és lepakolta így a mosogatást. Látványosan. Hogy mennyi mosatlan van. Na, nézd meg, ennyi a mosatlan. Na, nézd meg, terem, nem mosogatsz, igen. Mi a célja ezekkel a fajta, nem is tudom, nyomasztásokkal a pasiknak vagy a nőknek? Az, hogy a kedvesük az ne menjen el, vagy az, hogy maradjon otthon, vagy tehát például egy összegyűlt, elsírt, átsírt papír zsebkendővel, mit akart az a leányzó elmondani? Hát szerintem, hogy amikor nyílik az ajtó, akkor hallod, hogy hüppög a csajod.
és mire belépsz, ott látod, hogy hat papír zsebkendő, és az ember, aki elmesélte, na jó félsz. Ugye hónapokig hitte azt egyébként, hogy a barátnője tényleg zokok. Aztán utólag derült ki, hogy nyilván ez egy műsor, és hogy ő ezt nem csinálja. Tehát ennek az az értelme, hogy ne menjen el. Szerintem vagy hogy jöjjön haza előbb, vagy maradjon velem, hogy ne menjen el, maradjon otthon. Mert ebbe tényleg ez a fajta ilyen vegytiszta féltékenység van benne, hogy nehogy már jól érezze magát nélküle. Tehát jól érezheti magát, meg elismerhetne. Egyébként, hogyha elvinné magával, akkor valószínűleg nem lenne semmiféle probléma, de így, hogy egyedül megy el, és egyedül érzi magát, valahogy az élményt is sajnálja tőle. És tudod, milyen az ilyen nő, az egyébként a kulcscsörgésig, tehát amíg nem hallja meg, hogy jön a csávó, addig beszélget a Balázs nőjével. Te képzeld el, milyen cuki. Fél nem Fél évente kétszer legalább ezt csinálja. Tehát ez a lány, ez ott volt 6 darab a zsebkendővel, meggyűrte az összeset, bevizezte, lerakta az éli szekrény mellé, és elkezdett sírni. Igen. Meg, hogy minden pénteken úgy mész az, hogy sír a barátnél az ágy mellett, és ráadásul ott van 6 darab zsebkendő, ahogy elmesélte, sírtunk a rögést. Ráadásul egyébként ez szerintem ez a szemetebbik formája a dolognak, mert hogy ilyenkor ugye lelkismert furdalás is keltesz. Mert az, amikor például mondjuk egy férfi esetében én az ilyen típusokat... A férfi sír, az nagyon jó. De amikor tudod, a férfi úgy próbál meg, tudod, hogy ez a látványos durcáskodás, tudod, másnap ül a tévé előtt, és tudod, így nem hagy, tehát hozzá akar szólni a felesége, vagy a barátnő, és így... Nem látod? Nem látod, hogy a nyílméreg békákról megy a tévében? Tudod nagyon jól, hogy mennyire érdekelnek. Jó, most hagyd el, légy szíves, békén. Amikor ezt Pasi csinálja, azt mondod? Amikor igen. Amikor én szeretnék foglalkozni valamilyen dologgal, ami számomra fontos, akkor persze te nem hagysz. Te elmehettél tegnap, ugye? És akkor itt bújik ki a szög a zsákból. Én hallottam, hogy csajok, hogy csinálják, de honnan tudod, hogy a Pali, hogy csinálják? Hát honnan tudnám? Azért mondom, fura ez nekem, mert én hallottam, hogy a lányok mit csinálnak, amikor valami olyat csinál a Pasi, ami nem tetik nekik, és elindul a lelki nyomasztás, lelki zsarolás. A férfiak más kéze, van nekem fontosabb dolgom is most. Igen? Szóval nálatok ez nagyjából egy így megy? Így, igen. Egy picit így. Beletemetkezel egy átlagos távirányító szerelésbe? Igen, egy nagyon fontos, haladhatatlan távirányító szerelésbe. Egy döbbenetes elemcserébe vasárnap reggel, ha például a Móni esetleg valahova elment. De ugye, így csak mondom a hallgatóknak, hogy ne arra gondoljatok csak tényleg, amikor majd SMS-t írtok, hogy hétvégi elmenete, hanem bármi olyan, ami érzelmi zsarolással szembesül ott. Tehát ez lehet egy baráti találkozó, tényleg egy horgászverseny, egy modellezés a garázsban, amikor azt látjátok a párotokon, hogy na, most elindult az a bizonyos érzelmi hadviselés. A tüntetés, gyorsan az ellenállás. Felkeltem a gyereket, hogy sírjon, tudod. Nem sír, semmi baja nincsen, egyiket fekszik, és hogy egy édesdől alszik, de amikor menne el apu, a horgász persze is már a hátán, már viszi a hón alatt a kis terepszínű kis izét, kis ülőkéjét, meg a kis szettet, meg minden, akkor gyorsan felkeltem a gyereket, addig rázabban, az ellen sírja magát. Nagyon klasszik. Nagyon klasszik. Ezt ugye a szüleink is csinálták, ez is egyfajta érzelmi terror volt, te pénteken hazament és szombaton aludtál volna, az én anyám mindig úgy tudott takarítani, hogy a porszívó fejét 150-szer nekivágta az ajtómnak. Ugye ez egyfajta szülői nyomasztás volt, hogy reggel 9-kor ébredjek már föl, nyilván akkor kellett porszívozni, és úgy a szobám előtt, hogy 26-szor a porszívó fejét, így nagyon alaposan, mert az a rohadt porcica nem akart kijönni a szobából, az megvan. Ja, és úgy takarított direkt, és kicsit kintotta az ajtódat, és csak kicsit beporszívózott. Tudod? Gondoltad, hogy ez nyilván nem ér rá egy órát, kicsit körbeporszívózta az ágyadat, de persze te ne kelj föl, aludj nyugodtan. Hogy nem, ugye? Természetesen a róló is elakadt. És ugyanez szerintem átültethető párkapcsolatban. Nekem van ismerősöm, aki elmondta, hogyha ő hazajön buliból, akkor a nő az nem csinál mást, mint hogy direkt, nagyon egyszerű kis pszichológiai hadviselés, egy lehellette hangosabb. Uh-huh. Tehát ő aludna, és nem történik más, csak pont úgy csapja össze a tányért, pont úgy pakol be a mosogatógépbe, pont úgy intézi, hogy szoba kicsit... felé tüsszent. Kicsit később vegye föl, a síró gyereket, és azt, hogy nem hiszem el, hogy rájött, hogy a csaj teljesen tudatosan, ha ő szombaton aludna, akkor picit persze neki főz, picit persze neki lesz ebbe a lakás, de kicsit minden hangosabb, mert alvás irigy a nő. Tehát arról szól, hogy ha a Pali nem kell föl együtt a családdal, akkor a nő az alvás irigybe megy át. A tiszta evőeszközt nem beteszi a kredencbe, hanem beejti. Igen. És elindul az alvás idíj vagyok a páromra, jaj, ne aludjon már című történet. És csak olyanokat csinálsz, ami egyébként rájön egy órával később. Is, ugye? Tehát bőven. Tökre, te is ülhetnél egyébként a tévé előtt, drágám, nem, neked most kell elpakolni. Így van, most nyomom ki a levegőt az üres pillepalackokból, természetesen a konyhakövön lábbal. Há, hogy? Most pakolok be úgy 8:30-kor abban a mosogatógébe egyébként, mert te alszol, mert elmentél szemét módon, ami nem ér rá 10 óráig, hogy négyszer veszem ki azt a tányért, és négyszer teszem vissza,
ugyanúgy, nem? Igen. Sóhajtozás, hozzá hangos sóhajtozás mindenre, már hogy még éreztessed is, hogy te dolgozol. Természetesen, természetesen. Össze-vissza vannak a konyhaszekrényben, össze-vissza vannak természetesen az edények, most kell rendbe rakni, most kell külön válogatni a különböző készleteket, a poharakat, a tányérokat, a leveses tálakat, hadd zörögjön. Igen. Valaki azt írja, hogy így éltem 28 évig. Ez rendben van, csak írd meg, hogy mit csinál. Hogy? Tehát, hogy egyrészt férfi volt, vagy nő volt, mert nem hiszek abban egyébként, hogy csak nők csinálják. Szerintem a palik is tudnak ilyenek lenni, amikor tényleg egy csajos szüli nap van, amikor a barátnőjük, feleségük elmegy valahova, egy pasinak ezt nehezebb beismerni. Szerintem a nő ezt őszintében csinálja, mert ő ezt valahogy fel is vállalja, egy pasi az aljasabb, mert neki ezt azért ciki beismerni, hogy ő most lelkiduzzog, nem? De elindul az aljaskodás. Miért csináljátok ezt? Nem csinálom, tehát nem tudok erre válaszolni, pont ezt itt beszélgetek. Nincs direkt hangos takarítás, kicsit nincsen semmi. Nem lehetsz hát, ennyire jó. Tényleg, nem, én, tényleg? Velem, vagy annyira ösztönösen csinálod már, hogy észre nem veszek. Nem. Ez egyébként nem, jó megoldás. Annyira szemét. Annyira szemét vagy mindig, hogy nem tűnik föl igazából. Én más, hogy fogom fel ezeket a dolgokat. Volt olyan az életünkben, amikor Péter mondjuk 3,5 évig Veszprémbe dolgozott, na hát akkor egy ilyen típusú nő a kefét rágta volna. Én nem vagyok ilyen típusú. Lement, ott fölkérték a színházba, a színháznak volt a sajtófőnöke, és ezt a munkát elvégeztem, nagyon szerette volna. És akkor ingázott Budapest és Veszprém között. Kácér színésznőcskét. Nincs ilyen, hogy ő aludna szombaton, és te kicsit direkt elsózod a húslevest, kicsit úgy takarítasz, hogy neki tolod a szobának a porszívó fejet, tehát nem csinálsz ilyet. Ismerek ilyen nőket, akik viszont igen, mondjuk elmegy a párjuk bulizni, és mondjuk azzal büntetik a kedves partnerüket, hogy mondjuk van már gyerek, és akkor kelljen ő föl mondjuk a gyerekhez. Tehát, hogy ő bulizott, akkor aki éjjel. Legény, az legyen, reggel is legény. Te kelsz igen. Hozzá, akkor hétvégén. Akkor hétvégén most... el lehet menni bulizgatni, el lehet, de én alukálok tovább. Befordulok a fal felé, és hát te jöttél haza hajnali ötre, hát akkor kell is van a gyerekhez, hiszen van egy közös babánk. Valamit valamiért. Ismerek mondjuk ilyen csalókat, valamit valamiért, így van. Remélem, jól érezted magad este? Jó volt a buli? Én alukálok. Tehát, hogy otthon marad a csaj? Igen, otthon marad a csaj, és ezzel büntetett hát a párját, hogy föl kell hozzá kelni. A gyerekkel, érted? Igen. Akkor apa kelljen. Apa tehát a gyerek alszik éjszaka. Hát de már reggel nem. De ja, a hölgy akkor tovább meg azt ki tudja, alszik. Hogy mit csinált a gyerek éjszaka? Igen. Amikor te bulisztál, és én helytáltam, ja, és akkor neki kell. Igen, neki kell fölkelni. Tehát jó, vannak nyilván nyomasztások, meg lelki terror, tud mindenki. Inkább csajok csinálják, vagy a pasik is csinálják ilyet, mert a palikon, ugye ez nehezebb észrevenni. Nagyon mert szerintem a csajok padrán. Valahogy genetikailag sokszor úgy vannak kódolva, hogy ők erre valahogy, tehát a személyük elleni támadásnak vesznek egy-egy dolgot, programot, bármi olyat, ami mondjuk az ő hatáskörükön kívül van, nem? Tehát igen. Ez a fajta női paranoia, ez sokszor megvan bennetek, nem tudom miért. Mindenhol ott akarnak lenni. Hogy egy pali olyat csinál, ami a nőnek nem fér igen. Bele, lásd, nem tudom, elmegy ide-oda, akkor a nő azt a személy elleni támadást veszi, és elindul a finom, csendes bosszú. Nyomasztás. Ha úgy mész haza, hogy látszik rajtad, hogy jól érezted magad. Na jó, tehát, hogy jó sztorit nem szabad otthon elmesélni, tehát, hogy milyen jól érezted nagyon magad. Nagyon rossz volt. Milyen volt? Nagyon rossz. Milyen csak kár volt elmenni. Tök felesleges volt. Sajnálom, hogy nem veled voltam. Menj haza, és sajnáltasd magad. Nem tudom, szóval ez szerintem tényleg több ilyen nő van, bár én ismerek olyan pasit, aki rettenetesen féltékeny, és minden kapcsolat ezért megy gajra. Én hiszem azt, hogy palik is nyomasztják egyébként a csajukat, feleségüket, tehát hogy azért ezt nem csak nők csinálják, remélem, hogy írnak majd olyan nők, ahol elmondják, hogy a pasi hogy duzzog, mert az az igazán izgalmas, persze nyilván pasik is írjatok, hogy a csajotok mit csinál, de amikor egy-egy érzelmi terrorista férfival élsz együtt, hogy ő mit csinál vajon? Azoknál a férfiaknál van, ismerettségemben vannak ilyen férfiak, akik nagyon-nagyon féltékenyek, ahol az elején a kapcsolata elején megégette magát olyan nőkkel, akik félreléptek. És akkor innentől kezdve bizalmatlanná válik. Igen, és lelki terror megy, mert ő... Igen, de ez a fajta lelki terror, ez nem csak arról szól, hogy te féltékeny vagy, hanem csak valahogy hogy ad vissza valami kis apró sérülést, amit te előző este beszedtél. Egy hosszú kártyaparti után, ahonnan hazajön a férjed, vagy bármi, nem? Ahol tudod is, hogy nem csajozod, de akkor finoman rohadjon meg szombat reggel, és ne csinálja már azt, amit ő akar. Irítség, azért az én főmozgatórugó még benne az irítség, hogy én nem voltam ott, de te ott voltál, és te jól érezhetted magad, de én nem. Apámnál a vasárnapi kocsimosás volt ez. Anyád kellett? Nem, a fater mosta mindig a kocsit vasárnap, és nekünk vasárnap délben ebéd volt, ugye vidék, ott nincs olyan, hogy negyed. Ne, ott nem ülsz az asztalhoz, ott lefejeznek. Akkor véged van, és a fater, ha berágott anya, akkor ő nem jött be.
És a, jó, de akkor most, jó, a, kocsi, jó, akkor most a kocsi mindig kész volt 11-re nyilván, a tavaszi napsütés megcsillant rajta, nem, még negyed egykor mosni kellett, anyám üvöltött a konyhaablakból, gyere már, meleg, ízé a leves. És ő egyébként nem csinálta rosszat, mert ő csak ártatlanul lemosta a kocsi, lemosta az autóját. Ugye, hogy szép legyen, ugye? Te mosod le, ha én nem csinálom, nem csinálj meg senki. A legfifikásabb, de közben tudod, hogy a feleséged meg fejre áll, hogy üljél le a vasárnapi asztalhoz. És nem csinálják, csak autót mosok. És már jön le róla a dukkozás, de még mindig fényes. Józsi, legalább vacsorát figyelj már, még a gumikat át kell fújnom sztilikon sprével. Na, drága hallgatók, tessék akkor vallani, jó? Kinek milyen trükköt vett be a párja, ha úgy alakult a hétvége, a hétköznap, ami számára nem elfogadható, nem tetszik. Milyen szinteket ismerünk meg az érzelmi lelki zsarolásban, lelki nyomasztásban, jó? Ezt írjátok meg nekünk, hogy ki hogyan próbál revansot venni a párján, ha valaki szegény olyat csinált, ami neki nem tetszett. Csajok is írjanak, ha pasik esetleg büntetnek, mert az is nagyon érdekel bennünket. Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk, Ákos híre jutam. 3:48 lesz pontosan. 5 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Nagyon érdekes párkapcsolati témáról beszélgettünk, és beszélgetünk a továbbiakban is, mert ugye szóba jött egy hétvégi buli, ahol hallottam egy nagyon helyes történetet, miszerint a leányzó, ugye hát a hajtogatott papír zsebkendőt rakott sokat az éjjeli szekrénye mellé, és kiderült a szakításuk után, hogy ezek kamu zsebkendők voltak, azt szerette volna elhitetni a barátjával, hogy ő mindig sír. Egyedül van szegény. Mindig sír, amíg a pasia nincs otthon, és igenis menjen haza, mert addig ő folyamatosan bő. És ugye a Pali belépett a szobába, és azt látta, hogy a lány ott ül hüppögve, és 43 darab papír zsebkendő van az éjjeli szekrényre téve. Mint később kiderült, ezek egyébként hajtogatott papír zsebkendők voltak, mert hogy a lány ugye nem sírt valójában, csak szerette volna otthon tudni az ő pasiát. És arról beszélgettünk, hogy kinek milyen eszköz van a kezében, és ki hogyan próbálja a párját egy kicsit érzelmileg zsarolni, ellehetetleníteni, ha valami olyat csinál, ami neki nem tetszik. Hát az SMS-ekből látjuk, hogy azért sokan élnek ezzel a fajta lehetőséggel és ezzel a fajta eszköztárral. Pasik, férfiak, nők, mindenki hát szorongatja a párját, ha valami olyat csinál. Illetve nyilván nem mindenki, mert azért nagyon sokan írnak, hogy ők ezt nem csinálják, de tudnak olyat, ahol van. Azt mondja, hogy Andi vagyok, van egy gyermekünk, 14 éve vagyunk együtt a férjemmel, mi ha megyünk a csajbuliba, akkor a férjem már a buli előtt kicsinál egy héttel a viselkedésével, dúlfúl, alig szól hozzám, csapkodja az ajtót véletlen. Aznap este a készülődök, öltözködöm, veszekszik, a buli után meg kell egy hét, hogy szent legyen a béke. Borzasztóan viseli, ha én elmegyek bulizni, pedig ritkán szoktam, amúgy fordítva teljesen természetes neki, ha ő elmegy. Egy duzzogó férfi. Az kemény lehet, nem? Ráadásul és mindenért beszólást kapsz, mindent. Tehát bármit csinálsz, apa megmondja, hogy nem jó így. Ha, igen. Az én párom az érzelmi zsarolások Bin Laden. Ó, de szép. 3 éves lányunk mellett ritkán megyek el szórakozni. Ha eljutuk, akkor másnap apuka kedvesen jó hangosan rászól a gyerekre, hogy hagyd aludni anyádat, későn ért haza. Csak hogy biztos legyen az ébresztés. De jó. Én nekünk egy hallgató. Itt van valaki a vonalban, halló, jó reggelt. Hello, sziasztok! Hello, Petra! Na, nálatok akkor pasi csinálja? Igen. A pasid? Igen. Pasid vagy a férjed? Hát vőlegényem. Vőlegényed, na mit csinál? Hát például elmegyek a barátnőmmel ebédelni, vagy vacsorázni, vagy találkozunk, akkor rendszeresen hívogat mindenféle ürüggyel, hogy most jaj, ezt hova raktad? Jaj, most mit csinálsz? Jaj, most miért nem? Ez egy kis ellenőrzés van, ugye? De ezt hát szerisíteni tudjuk? Tehát mondjuk egy ebéd vagy egy vacsora alatt hányszor szólal meg a telefonod? Hát volt már olyan, hogy hát ilyen 4-5-ször. 4-5-ször fölhív. Csak ő ártatlanul érdeklődik, vagy próbál valamit megkérdezni. Igen. Tehát így mondom, minden otthoni dolgokkal, esetleg munkával kapcsolatban, vagy most mi a múlság, vagy most... Tehát így mindig valamit kitalál. Ő nagyon kreatív. És kérdezi, hogy hol vagy? Vagy hogy merre vagy? Nem, azt mindig tudja. Tehát mindig úgy tudja. Mondjuk el, hogy tudja, hogy hol vagyok. Úgyhogy nem szoktam nem megmondani. De azt tudja, és akkor attól függetlenül ő erősen érdeklődik. És olyan vagy megjelenik a helyszínen? Van, volt. Nem mondott olyan. Véletlenül. Nem mondott, várj, hogy vacsorázok valahol a barátnőd, és egyszer csak beállít vidáman harmadiknak, leül, kér egy somlóit, és néz rátok ártatlan szemekkel. Igen, és hát ismeri a barátnőimet, mindegyiket. Hála Istennek jó viszonyban is van velük, úgyhogy
szeretik őt, mindenki próbálja őt elfogadni. Azért ez nagyon kellemes, hogy van egy ilyen csajos vacsora. Sziasztok, egyetek nyugodtan folytassátok, csak ide egy kicsit. Egy negyedik teríték is. Köszi. Csak benéztem. És akkor ott a csajos vacsorán, a csajos vacsorája sem. Balra nézés, valaki a pultnál ott ült, tudod, és mindegy, Jézus. Igen, ez a pont most arra megyek, és akkor megállok, jó? Hát mondom, gyere. Hát azért ez érdekes. Figyelj, mikor rátelefonál, hogy valamilyen halaszatlanul sürgős dolga van otthon, például, mit tudom én, március közepén megkeresni a karácsonyi izzókat, vagy ilyesmi. Ilyen is van? Tehát, hogy érezni lehet, hogy teljesen felesleges dolog miért telefonál? Persze. Csak szeret egyébként is veled a kalmát. Ja, nincs ezzel baj, persze, tudom én ezt, csak azért néha kellemetlen. Tehát most is hétvégén meg voltunk hívva valahova, és ráadásul ő is meg volt hívva, tehát még most az sem volt, hogy csak én mentem el, és akkor most otthon marad, és most megint ki van ebből a buliból hagyva, és nem jött. De nem ment el. Neki nincs kedve, nem, meg... De az hetesen menjél le tőle. Igen. Igen, és akkor előtte már megkezdte ezt a lelki terrorizálást, hogy akkor most látta, hogy egész nap készülöttem, nem mentünk és el. És utánad ment, fogadjunk. Nem ment utánam, és nem is válaszolt. Írtam neki este, hogy hát mit csinál, meg ilyenek, mert éreztem, hogy megint gáz van, tehát hogy megint gúrta lesz. És mi lett a vége a sztorinak? Nem ment el. A vége nem ment el, de szombat déltől kb. Vasárnap estig duzzogott. Jó, van, Petra, menjünk el tovább, bocsánat, köszi, hogy elmondtad. Kitartás neked ez a pasihoz, jó? Köszi. Szép hosszú házasságot nektek. Ciao. Vagy még most lép vissza. Hello. Azt mondja, hogy... A volt férjem, ha nem akartam valamilyen programra részt venni, nem ért haza időben, majd mikor fél órával késéssel elindultam, SMS-eket írogatott, hogy nekem fontosabbak a barátaim, mint ő, majd kb. Egy óra elteltével nagykegyesen megjelent, és elvárt, hogy örüljek neki, ezt már küldte nekünk. A volt férjem és a mostani párom is hamarabb kell fel, mint én, direkt nyitva hagyja a hálószoba ajtót, és hangosan pakol. Júj, de szép. És ha alszanak körülöttem, szinte repkedem a levegőben, hogy igen. Én, ha alszanak körülöttem, szinte repkedem a levegőben, hogy nyugodtan aludjanak. Én már a gyermekeimet is így szoktattam, hogy tiszteljék, ha valaki alszik. Ők is már Lábújhegyen járnak reggelente. Azt mondja, volt pasim, ha elmentem valahol, már SMS-ekkel meg hívásokkal bombázott, amit tönkre nem tette végleg a programom. A végső pont az volt, mikor ezzel már nem ért el semmit, hogy feltűnően összepakolta a ruhát, és kijelentette, ő hazaköltözik, de még órákig állt a cuccával az ajtóban. Nem, most már indulok. Most már nem tudsz visszatartani. Igen, most már tényleg elmegyek, már kim van az egyik lába. Szerintem a pasik jobban tudnak büntetni, exem igazi terrorista volt, nem engedte, hogy a csajokkal két hetente elmenjünk vásárolni moziba. Ő minden alkalommal bólogatott, mosolyogva, hogy menjek, de mire hazaértem, áll a bár, hogy a reggeli kávéscsésze miért nincs elmosogatva, nem vasaltam ki a holnapi inget. Ugye? Ez a lelkiterror legalja. Bizony. Amikor nem mutatod, hogy dühös vagy, csak megpróbálsz valamit kitalálni. Volt, hogy a ruháim ki voltak szórva a szekrényből. Én mindig biztattam, hogy ő is menjen a barátokkal bárhol, mert szüksége van erre az embernek, de ő azt mondta, hogy nem... hogy ő nem akar, 8 napot voltunk együtt. Timi küldte nekünk. Nálunk úgy működik, hogy ha hazajön, kiabálok, veszekszek, morgok, és másnap szemétkedek, mert én nem mehetek el, kicsi a gyerek, de mindig mondom a férjemnek, hogy menjen nyugodtan. Mindig mondja a férjem, hogy menjek nyugodtan, nem érdekli. Mikor mennék, akkor neki biztosan el kell venni valahova, hogy én ne tudjak elmenni. Persze, menjünk igazi személy. Most nem jó. Hát már leszerveztük a srácokat, otthon, hogy megyek. Megyek, tudod, hogy a múltkor is elengedtelek. Igen. Az én csajom egyszer suttogó hangon felhívott, hogy zajokat hall a konyhából, betörő van a házban. Szaladok haza, berontok baseball ütővel, nyilván nem volt sehol senki. Meg vagyok győződve, hogy kamuzott, hogy elérje a céget. Valaki van a házban. Szerintem, hogy az van belőle, most merre vagy? Hogy tudnál jönni? Ennek az a veszély, hogy ezt háromszor eljátsz, hogy negyedszer nem jön vissza. És akkor pont valaki jön. Van, tényleg valaki. Igen. Csajos nyaralásra mentünk, őt is hívtuk, de nem volt Szabia csatlakozni. Minden reggel 6-kor az SMS-ére ébredtem, hogy ő milyen rosszul aludt. Illetve alig hívott fel, mondván, hogy sokba kerül, hogy külföldön vagyok. Aha. Ez is szép, amikor túl sokat jelentkezik, vagy egyáltalán nem jelentkezik, ugye? Nálunk semmi trükk, megmondja, hogy nem mész sehova. Legalább tiszta. Ez tiszta. Róibát küldte nekünk. Nyílt egyenes.
Igen. A mindennapos duzogás elviselhetetlen volt. Volt például kiváltó ok az, hogy az út másik oldalán sétáltam haza, biztos azért, mert kocsival hazahozott valaki, és nem a busz oldalán jöttem. A végén már a barátaimmal se találkoztam, inkább, mert utána a napokig kellett kiengesztelnem, az e-mail címemet feltörte, ellopta a naplómat, hogy találjon valamit, amint tovább duzzoghat. Ha ellopta a naplómat, akkor férfi volt az illető, nem? Ellopta a naplómat. És az emlékkönyvemet is. A végén önbeteljesítő lett, meg is csaltam a pasimat. Még fiatal voltam, életem legrosszabb másfél éve volt, írja egy hallgató. Szerintetek mennyivel lesz finomabb a rántott hús, ha reggel 6-kor kiklofolja a húst? Sokkal! Fissenkel! Feri, van ilyen a szakácskönyvekben, hogy klofold reggel 6 és 7 között a frissen pirkadatban klofold a rántott hús? Így van, mert a belső nap sugarai másképp újítják a húsit. Persze! 6-kor! Atya úristen. Na jó, ez igen, ez a 6-kor, rohadjál meg, hogy alszol. Persze. Buli volt tegnap. Ja, és mi a duma? Neked csinálom az ebédet. Persze, ez az ártatlan zajongás. De ebben nem tudsz belekötni. Az én drágám, még az olvasása is féltékeny, fáj a háta, menjek a hálóban, masszírozzam meg, majd a keze is zsibbad, idő után feladom, és megyek mellé tévézni, puszi Marcsi. Tehát, hogy otthon ül a nő, olvas, a férfi pedig ellenduzzog, hogy ne olvasson. Engem nem zavar, ha a férjem elmegy a barátaival bulizni, viszont ha én szeretnék elmenni a barátnőmmel, akkor ő rögtön azzal jön, hogy nekem fontosabbak a barátok, mint a család. Igazi lelki terrorista. Írja egy hallgató. Azt mondja, ezek a játszmák annyira szánalmasak, írja valaki, 9 éve leszünk együtt a párommal, de nekünk nem fáj az, ha másik jól érzi magát a barátaival, el tudunk tölteni külön egy kis délutánt vagy estét, szólunk egymásnak, hogy hová megyünk, kivel, mikor jövünk haza, aztán ennyi, az ilyen emberek nincsenek tisztában önmagukkal, félnek, hogy elveszíthetik a párjukat, de egyel is fogják, ezt Timi küldte nekünk. Az élekszem epilepsziás pánikrohamot szillelt, ha egyében egyszer el akartam menni valahol. Olyan jól tette, hogy a kiérkező mentők benyugtatózták, és még ezt is bevállalta, csak hogy nem elsek sehova. Ah. Persze, minden héten helyen. Figyelj, nyugtató után már mehetsz. Nem gyorsan, kiabálni. Fakan alatt a fogja közé, nehogy elharapja a gyermek. Azért az már, mikor a mentősöket is megtérezted, ott van színjáték. Vagy hogy jött rá a hallgatón, hogy ez színjáték. Tehát mikor ismerte fel először? Érzel, a bajta kinézett, hogy nekem már a mentő? A mentők elmentek, és abban a pillanatban, hús! Na ugye, drágám, ma már nem hagysz itt. Na jól van, hát köszönjük szépen az SMS-eket. Van akkor. Van baj. Férfiak és nők is csinálják, igen. Kávékeverések annál 50 percig 10 centire a fejemtől. Amikor ébredni kezdtek, mindig elrohan. Igen. Aludj csak, drágám, csak kávézom. Csak csinálok gyorsan egy omletet 20 tojásból. Jobb fel kell venni, tudod, az a titka. És neked csinálom a reggelit. Nem vagyunk a 20 tojásra. Jó, de szép, Richard, köszönjük az SMS-eket. Na jól van, játszunk, itt van már is egy hallgatónk. Visszafelé beszélünk. Művészebb élet a szív. És hozzájállat, élet a szívben, ami? Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásítjél a nime. Aki válaszol. Halló. Halló, sziasztok. Krisztián vagyok, bocsi, nem tudom ezt fordítva mondani. Krisztián, hello! Halló, Krisztián! Na, figyelj, Krisztián! Állat, város, híres ember, szólásmondás vagy tárgy, ezek közül tudsz választani. Legyen az állat. Így biztos, hogy semmit nem fogsz hallani. Így egész biztos, hogy semmit. Ebben a zajban. Na, figyelj, óra indul, mutatjuk, figyelj! Adnokana. Hát, ez nagyon könnyű. Még? Adnokana. Itt vagy? Itt vagyok. Na? Adnokana. Figyelj, minden idők legkönnyebb kérdés. Egyébként tényleg így van. Adnokana, melyik lehet ez az állat? Siess, mert lejár az idő. Anakonda. Így van, hát a... Adnokana volt, így van, ez az anakonda, ugye? Viszont háromszor kellett, hogy megmutassuk, úgyhogy nincsen bögre. Jó. Nem baj. Ezt szeretem, mikor ez a hallgatóból semmiféle elnézést nem vált ki. Igen, mindegy. Biztos, hogy ide akartál betelefonálni? Játszani akartál? Nem kívánság műsor? Igen. Krisztián, hol? Vaja már van bögrét? Ja. És mit csinálsz most éppen? Most éppen vezetek. Aha. Nem nyúzlak tovább, nem vagy az a bőbeszédű fajta. Én elengedlek, nem kínozlak. Jó? Ne hergeljük egymást így korán reggel. Nem akarsz beszélni, akkor ne. Az Istennek se. Akarlak én téged megkínozni. Annával kidumálták magukat biztos. Igen. Krisztián, köszi a játékod. Én is köszönöm. Fantasztikus volt. Szia. Ciao. Hello. Ne pörök túl a hétfőt. Én csak nyugodtan.
Nem kell kapkodni. Nem egy izgálgató. Nem kell kapkodni. Na, a parkolási mizériáról beszélgetünk ma 8 óra után, mert hogy változtattak a pürkülési szabályokon. Oda pürkültek egy kicsit, és változtattak a parkolási szabályokon, és kiderült, hogy megszűnt az 5 perces szabály, vagyis ennyi időnk volt ugye elsétálni a legközelebbi automatáig, de most viszont már ez nincs érvényben, és büntetnek bennünket. Aztán azóta már ezt upgrade-eltük, mert hogy kiderült, hogy közben a tarlós nyilatkozott, és ő szeretné visszaállítani az eredeti verziót, hogy megmaradjon az 5 perces szabály, de próbáljuk majd a jogalkotókat megfejteni, hogy vajon mi vezette őket erre, hogy ezt is elvegyék az autósoktól, hogy miért nem adják ezt meg nekünk, hogy 5 percig még lehessen érvényes parkolójegyet megvenni, és utána utólag bemutatni, mert elvileg utólag sem lehet már bemutatni. Így van. Most a tarlós már mondott valamit, hogy szeretné ezt visszaállítani. Úgyhogy erről beszélgetünk majd Ákos hírei után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. A nagyon híres Jessie Glynn, gyerekek, Blind, Gluin, az összes Glynn. Ma megvan. Ő dalolt itt nekünk egy nekem jót, kis nem ez valaki, igen. Amíg valaki majd átmásolnád nekünk az nem, a tárc. Nem, minden is. Ez nem mindenkinek jelent, nem értékeled igazából az művészetet. Én igen. M7-es bevezető hatalmas a dugó, állnak az autók az Egér úti felhajtódós, előre se hátra, az okát sajnos nem tudom, szép mapot nektek, Dóri néni küldte nekünk. M3-as bevezető a nullástól beállt, mint a szöveg, lépésben is alig lehet menni. Mi írta? Győrben Marccal 1 és 2 között trafibusz megállóban? Biztos. Nem tudok elhiszük. Agyilag mindegyik esemesbe belegondolni. M7-es Balatonboglári lehajtó után három lábú, ezt Leslie küldte nekünk. Az M86-oson a VP elágazás után Sárvár felé baleset történt, rendőrök a helyszínen, ezt Gina küldte nekünk, köszönjük szépen. Vas megye bükktérségében havas eső, hó felváltva. Ajjajjajjajjaj. Szabi. Én azt mondom, hogy hétközben még esegessen, de a hétvégén, a hosszú hétvégén ne, léci, ne. Hát pedig Árci 15, az nem áll, jár nekünk a jó idő. De ezt hozzá kell szokni, hogy februárban 20 fok, és aztán márciusban még átülsz majd egy másik autóba. Tehát ez megmaradt mindenkinek. Ugye ez az üljön át egy másik autóba, ez most is megtörténhet. Tehát eltolódott egy kicsit a tél. Március, április az sokszor hidegebb, mint a február egyébként. Bizony. Budapest és környékére nem mondanak egyébként egész hétre ilyen iszonyatosan rossz időt, végig ugye pluszok lesznek, esőt sem mondanak, csak egy kis felhőzetet. Jó, azért most még ne vegyük készpénznek, mert jövétel nem mondanak, hát vagy hétvégére. Próbálom így tartani a frontot. Amit hétvégére mondanak, vagy amit holnapra mondanak, azt tudjuk elfogadni. Igaznak. Szerintem ennyire tudják ők is előre. A többi az mind kamu, nem? Uh-huh. A többi az vetítés. Vakítás, fogalmuk. Ma délután tudják esetleg. Mondj valamit, hogy kitörzd a fél percet, de nagyjából az, hogy mi lesz holnap. És azért ott is sokszor lőnek mellé szegények. Ahogy ugye megy nálunk a televízió adás, bejött a Németh Lajos elmondani, és már azt csinálják, már annyira bizonytalanok magukba, hogy a fél országot reklámmal kitakarják, amikor a Lajos mesél. Beúszott egy palack bor, érted, mit tém, milyen borocska. Igen, és egy tök Nyugat-Magyarország Hello ment a lecsóba. Sopron, Kőszeg, Szombat, letakarjuk. Ne beszélj róla, akkor már csak 33%. Egy harmadot letakarunk. Félek van, beúszott, se hőmérsékletet nem láttál, se esik. Nem tudod, a Soproni vagy otthon ülsz, és azt látod, hogy legyen ön is, nem tudom, milyen vörös bor. Ez úgy jó ez az időjárás jelentőség. Azt hittem, azt mondod, hogy bejött a Lajos, és akkor Pakmanik már legyintettek, és elkezdtek valami másról beszélgetni. Hagyjál már időjárás, ugye? Ez egy kegyetlen szakma ez az időjárás jelentés egyébként, ugye? Tehát, hogyha ha nem találod el, megkurcolnak, ha véletlen esőt mondasz, és lemondod a hétvégi programot, és egy hétig jó idő a kertek van, alatt közlekedsz. Meg akarnak lincselni. Szerintem náluk több beszólás senki nem kap. És állandóan megkérdezik, hogy hello szomszéd, milyen idő lesz. Ez szörnyű lehet. Bárhova mész, mindenki elkezd, milyen idő lesz. Agyvérzést kapnék tőle, nem? A kérdés, ami rohadtul ideges, itt volt egyszer témánk, hát nekik, szegényeknek. Hello Zita, na, holnap? Na. Jobb lesz, hogy lesz. Naponta százszor elmondani, hogy igen, jövő héten mennénk a Balatonra, na? Milyen idő lesz, jó lesz? Elég zsibbasztó lehet. Sopronban havazik egyébként, most írják. Nem akarok egy olyan országban élni, ahol márciusban havazik. Tényleg ahol Sopronban havazik. A Sopronban. Igen, Ati írja, hogy Sopronban szakad a hó, havas eső. Atya úristen. Mit csináljunk ezzel? Nem tudunk. Nem? Hát ezzel nem kell csinálni. Nem tudom, mindenki attól függ, hogy milyen felekezethez tartozik, imádkozzon, hogy ne essen március 15-én. Igen. Imádom Sakirát, úgy pörög még mindig, ezt Márk küldte nekünk, köszönjük szépen.
10-es út elesett, majdnem Vörösvár után áll a sor. Ezt Matcsi küldte nekünk. Köszönjük. Azt nézem, hogy van-e még valami, ami esetleg friss lehet. Az M3-ason lassabb a haladás befelé, többen kérdezitek, nincs oka igazából. Szokásos. Szokásos, nem? Ugye? Szokásos. A Kékestetőn is szakad a hó, úgyhogy Jani, mehetsz a webkamerára. Most Sopront nézem. Nem tudok egyszerre két webkamerát nézni. Ne haragudj, odafordítom az én laptopomat csekkolok is, jó? Egyébként ideig be volt kapcsolva a Gemenci erdő. Vártam, hogy visszajöjjön a gólya a fészekre. Megjött egy gólya, egy fekete gólya megjött. Igen, de most nincsen ott a fészken. Nem tudom, hogy hol lehet. Visszament, mert látom, hogy nagyon ezt elnéztem. Nagyon szép kis fészek egyébként, mondjuk már ki kéne valakinek takarítani, ha valamelyik ornitológus felmehetne, mert a fának az oldala tele van szó. Vajon a gólya, amikor megjön és havazik, ő tudja, hogy tévedett? Tehát a gólya beismeri magának, hogy tévedtem? Van egy ilyen agyi funkció, amikor azt mondja, hogy basszus, korán jöttem? Uh-huh. Tehát leülsz, fújsz egyet, mégiscsak Afrikából jöttél, és másra érzed, hogy a válladon esik a kis hó. És körbenézel, nagyon gólyásod, nagyon káromkodsz, és rájössz, hogy basszus, korán jöttem. Igaza volt a többieknek, akik még maradtak. Néztem. Tehát, hogy erre gondol a gólya közben? Igen, tehát a gólya vajon felismeri saját tévedését? Lehet, hogy nem. Lehet, hogy csak elgondolkodik, hogy így. Vagy is ez volt. Azért az fantasztikus, hogy több ezer kilométerből megtalálják a saját fészküket. Nem? Zseniális. Tehát elindul valahonnan Afrikából, Egyiptom környékéről, vagy még Szudánból, nagyjából onnan indulnak, és megérkezik egy kicsi kis falucska, apró kis kéményére. Hogy azért az hogy a fenébe itt csinálja? Vagyok, megjöttem. És aztán a nyakába esik. Tiszta udvar, rendes, ez meg is jött. 10 centi hol nyakába esik, és vajon gondolkodik-e azon, hogy ezt egy picit elnézte? Illetve hogy van az, hogy megjön egy gólya? Ő a renitens? Ja, hogy egy? Ja, mi az, hogy elindult, nem egyszerre jönnek. Tehát, ugye állítok, a madarak azért költöznek, mert van egy hormonális változás a szervezetükben. Tehát ők a hormon elkezd megváltozni. Melegük van, nem? Nem az van, hogy ülnek szeptemberben, megyünk, srácok, megyünk bakba, ez nem így van, hanem egy hormonális változást éreznek, és elindulnak. Na most ez a gólya, ez renitens módon elindult egyedül, miközben a többiek maradtak? Igen, szerintem altatott valószínűleg. Az lehet, hogy igen, dumálgat, és akkor ez így szabad fordításban azt jelenti, hogy te mikor indulsz? Hát, két hét múlva. Neked mikor szól a vissza? Igen, és másnap reggel te hallok. És másnap sehol nem volt. És akkor persze, akkor a többiek, akik ott maradtak, rögtön elkezdtek ilyen indulatosak. De hát ez a rohadék mindannyiunkat. Nekik átbeszélik egy hétig? Igen, átklapogják. De szörnyű lehetett, amikor ez a gólya azt hitte, hogy majd a többiek úgyis elindulnak utána. Fölrepült, hátrányzett, és látta, hogy senki nem követi. Innen már nincs visszaút. Ugye? Tehát innen már viszont akkor keménynek kell lenned, nem szállsz vissza, hogy jó, csak egy próbakör volt. Tehát elindulsz, de hátrányzel, látod, hogy senki nem indult el, akkor már egyedül el kell indulnod. Tehát akkor már csak ilyen 200-300 kilométer múlva nézett hátra, addig meg csak lapogott. Oké, vezetlek titeket. Hátranézés. Hát egyedül vagyok. Hol vannak a többiek? Leborítottak az aranypartra. 200 kilométerig abban a tudatban élsz, hogy te vezeted a többieket. Igen. Megyek elől. Hú, de jó vagyok. Senki nem akar megelőd. Hú, én vagyok végre. Én vagyok a generális. Viszem a csapatot, hátranézel, és sehol senki. Most jobbra borítsatok! Vagy azt gondolod, hogy te vagy a leggyorsabb az egész. Igen. Aki hogy belehúztál. És egy ilyen fáradt Airbus így elrepülve, sehol senki. És leszállsz a Gemenci erdőben, és itt senki. A gólya tudja, hogy ő egy gólya? Szerintem azt hiszem, hogy daru. Nem értitek még ennek a filozófikus kérdésnek tényleg a lényegét. Ez megmagyarázna mindent. Zebrapincs vagyok, zebrapincs, biztos nem gondolja ezt. De azt ő tudja magáról, hogy gólya? Szerintem sejti. Igen? Tehát leszáll egy kéményre, ahol ül egy szarka. Akkor ő tudja, hogy ő nem egy szarka. De a szarkáról tudja, hogy szarka? Tehát látja? Akkor, de várj, ha látja, akkor tudnia kell, hogy milyen ő. Érted? Hát én ránézek egy szarkára, és azt mondom, hogy nem ugyanolyan, akkor nekem tudnom kell, hogy én milyen vagyok. A gólya ritkán néz tükörbe. Plusz összejöhetne a szarkával nem, is. A gólya, de várjál, nem igaz. Gólya? Mert a gázló madarak azok tudják, hogy hogy néznek, hiszen látják magukat a vízben. De a kéményben nincs. A galamb ritkában látja, miközben morzsákat teszik a moszkvat éren. Szerintem valójában a gólya azt hiszi, hogy gólyákkal táplálkozik, hiszen a vízben csapod a csőrével. Lenéz. Na, és akkor viszont megenné a feleségét állandóan. A gólya azt hiszi, hogy gólyát ezik. Tehát a
gólya, azt hiszi, hogy gólyát teszik, mert mindig látja magát. És hogyha sarkát lát maga mellett, akkor csak arra gondol, hogy klik-klik-klik-klik-klik, hogy gnóm. Nem arra gondolok, tehát, hogy tényleg ránéz egy másik... Te is nyomorultul nézel ki. Ránéz egy másik madárra, akkor ugye, ha megkülönbözteti saját magát, akkor tényleg tudnia kell, hogy ő milyen, tehát akkor van én tudata. Tudja, hogy én egy piros csőrű, piros lábú, fekete-fehér gólya vagyok, te pedig vagy egy bölömbika. Tehát nem akarok vele egy összejönni. Nem jutott jobb eszembe. Bölömbika. Hallod? Te vagy egy igazi bölömbika. Nem, ilyen fontos kérdések ezek. De és egy szented egyébként más madarakkal kommunikál? Tehát oda mennyi gólyos, azt mondjuk klik-klak-klak-klak-klak, hogy megkérdezi például, hogy te tudod magadról, hogy te egy fajt kakas vagy? Ti tudjátok, hogy ti fajt kakasok vagytok? De nem tudod válaszolni a fajt kakas, hiszen nem érti a klik-klak-klakot. Ja, de hogy ez is igaz. Mert az egy másik nyelv. Ugye? Hülye madár, azért csak az olyan Afrikából. És téged itt letennének, hogy azért sétáljál, mint a nem tudom, Olaszorsz, mennyi a milánói gyalog. Hamar eltévednél, nem? Nem nagyon tudnád, na jó, hogy fogalmunk nem látja azért. Ez igaz, mondjuk az így van. Az igaz, hogy rá lett. Így van. Az igaz. Majd neki másnak csak térképet áll, és nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. A Rút Kicskas azt se tudta, hogy hattyú, látod? Milyen tanulságos mese? Nem tudta, hogy hattyú. Aha. Nem. Bántották, csípkedték, kimarták az udvarból, elutasították, belerúgtak. De aztán milyen nagy macskája is. És aztán amikor átváltozott, akkor tudod, akkor meg előjött nagy. Mert addig azt hitted, hogy tök szerény, meg visszafogott. De amikor átváltozott, hogy na mi van? Na, ki a király? Na mi? De azok egy 50-es évek klatyogom mondjad. Hogy van a király? Csak a király. Klutyklatsz. Klutyklatsz. Az a király. Kalka klutyklatsz. Ki a király? Kalka klutyklatsz. Mondjál valami, fordítok. Kalka klutyklatsz. Ki a király? Kérjék meg. Klik-klik-klantáki. Én vagyok az, most kifújom az óra. Nyomorultak. Igen. Nyomorultak. Nagy csáj, és neki repült a vezetéknek. Mondj el, az öngyilkos gólya. Hát én egyszer találkoznék Istennel, én csak ilyeneket kérdeznék. Hogy a gólya tudja, hogy ő egy gólya? Igen, ezek fontos kérdések. Parkolunk egy kicsit? Parkoljunk, jó? Várj, nyeritek egyet. Ja, de most de tényleg ezt kérdeznéd meg tőle? Én csak éneket. De mi más, ami fontos? Egyébként meg mi más, ami fontos? Mit tud magáról egy légy? Nagyfater? Tudom, hogy jó helyen vagy. Mit tud magáról egy légy? Mondja meg nekem. Mit tud magáról? És az lenne a leggyorsabb. A Darázs lát egy legyet, mit gondol a Darázs? Minden tudna. Tehát, hogy a légy mindent tudna. És csak azt mondaná az úristeneket, hogy a légy mindent tud. Igen, a légy azért kör ez a lámpa körül, mert hallgatja a beszélgetéseket, és nagyon jól szórakozik, amikor elmeséled a feleségednek, hogy mi történt. Igen. Ott. Csak terel, mindenki azt hiszi, hogy tök hülye. És közben, igen. Na jó. Aha. Lőte. Miért most azt mondta, hogy ki akarok törni, vagy mi? Hát ez csak egy vonat. Gliglágluiglugluig. Parkoljunk egy kicsit. Bár úgy néz ki, hogy ez a dolog megoldódni látszik, tehát anélkül, hogy beszéltünk volna róla, már megoldódni látszik, de azért mégis lássunk bele azon emberek fejébe, akik most megváltoztattak egy nagyon fontos szabályt, és aztán most nyilatkozott már a Tarlós, és azt mondta, hogy ő utasítja a budapesti közterület felügyelőket, hogy a parkolójegyek utólagos bemutatásának megnyugtató rendezéséig ne bírságolják meg azokat az autósokat, akiknek azért nincs szélvédőjük mögött, mert éppen megvásárolják azt. Ebben a mondatban is azért lehet találni, hogy honnan tudja majd a parkolőr, hogy most éppen három sarokkal arrébb kajtatok az óra után, de először nézzük magát a rendeletet. Ugye miről van szó? Februárban, vagyis nem is olyan régen, a közgyűlés eltörölte az utólagos parkolójegy bemutatás lehetőségét, így ha valakit úgy büntettek meg, hogy amúgy volt parkolójegye, az már nem mentesülhet a büntetés alól. Ugye? Tulajdonképpen erről van szó. Szóval ez egy rendeletmódosítás, ami megszüntette az utólagos parkolójegy bemutatás lehetőséget a fővárosban. Így van, pedig abszolút életszerű a dolog, leteszed az autót, és nem az autó mellett van az óra, akkor el kell sétálni a sarokig, ez alatt odajön az ellenőr, lefotóz, kitölti, fölteszi, ekkor te még azt hiszem 5 perces izé volt, 5 percet. Tehát ha ugye azon van egy időpont, meg a te jegyeden van egy időpont, az 5 percen belül van, akkor elfogadták. Ez egyébként tényleg vicces, hogy ezt ki akarják herélni, vagy ki akarták most, nem tudom, mi a helyzet, de ugyanakkor jogalapja vagy alapja megvan, mert hogy egy csomóan visszaéltek ezzel a dologgal. Na de oké, mindjárt megbeszéljük, hogy lehet ezzel visszaélni, mert én nem tudom, mert én nem csalok, mint te. Viszont. Te is a hozzád hasonló. Te is a hozzád hasonló. Hozzád hasonló ingyen parkoló. Mindig becsületesen megveszem, és nagyon szidom magam, mert 400 fontot spórolok, viszont 15 ezeret fizetek, ha esetleg elfelejtem. Na de várjál. A fővárosi önkormányzat kommunikációs igazgatósága azzal indokolta, a kúria egyébként jogerős ítéletével
teljesen ellentmondó szabályozást, hogy korlátlan felhatalmazást adott a gépjármű üzemben tartók számára a parkolójegyek utólagos bemutatásának lehetőségére, amely kedvezőtlenül hat a várakozási díjfizetési hajlandóságra. Aha. Most ez magyarra fordítva, igen, ha én tudom, hogy van 5 perces szabály, akkor én nem veszek jegyet, mert tudok vele csalni később. Igen? Igen, igen. Ez rövidítve ennyi. A dolog, hogy ezért nem vettek az emberek egyet, mert lehetett vele csalni. Illetve azzal indokolták, hogy a döntés után láthatóan megnőtt a várakozási díjfizetés utólagos bemutatása, az eddig igen magas 10%-ról hirtelen 15%-ra ugrott, amiről azt gondolják, hogy egyre több gépjárművezető a várakozási díj szabályok szerinti megfizetése helyett az utólagos bemutatást választotta. De ez nem jó, hát ez nem áll meg. Érted, mit mondanak? Azt mondják, hogy a várakozási díj szabályok szerinti megfizetése helyett az utólagos bemutatást választotta. Én nem tudok utólag bemutatni, ha előzőleg nem vettem meg. Hát tehát rossz az indok. De tudsz. De hogy? Hát úgy, hogy vannak erre szakosodott emberek, akik ezzel a lehetőséggel téged fölvérteznek, ha érted, mire gondolok. Na de parkolójegyet utólag csak akkor tudok bemutatni, nem. Ha eleve megfizettem a várakozási díjat. Tehát én csak akartam utólag bemutatni, hogy csak nekem itt van tetessége megmutatni, ha megvettem. Igen, csak Feri azt mondja, hogy, hogy hát, hozzá lehetett jutni utólag is ilyen kis. Na van egy okos bizonylatos lehetőség. Öcsém, most ezt kiverjem belőled, vagy elmondom? Végre, szint vallok. Vallaszma vagy, most oda menjelek és megcsikizzel el. Rahatul pénznőkoksz, mire? Na, következő helyzet. Mit akarsz? Mi kell? Minden nap parkolsz a belvárosban, mert ott a munkád, vagy valamiféle dolgod. Hogy nem te elég sokat jársz a belvárosban. Nem, azért mondom, csak hogy tegyük helyre, hogy ezeket ugye. Ki honnan szippantja föl a tudást? Vagy a külvárosban is parkolhatok, mert nálunk a 13. kerületben is van parkolási kötelezettség. Odaállsz a kocsiddal, és te nem veszel jegyet. Igen? Első nap megúsztad, tökre ősz, második, harmadik, és negyedik napnál látod a kis piros cetlit az autódon. Oda mész, kibontod a cetlit, ami rajta van, hogy 11 óra 32 perckor kaptad a büntetésedet, és ebben a pillanatban odalép hozzád egy fiatal ember, és azt mondja, hogy kolléga úr, hát mi az időpont? Mondod, hogy 11 óra 32, erre mondja ő, előveszi a kis kabátjából a jegyeit, széttárja, és azt mondja, hogy mit akar, 11 óra 30 perceset, vagy 11 óra 35-öset szeretne jegyet. Igen. Tehát, ha nekem nincs, és megbüntettek 11 óra 32-kor, akkor én megveszem a 35-öset tőle féláról, jó pénzért. Így is van. Mert ők fölvásárolják az egész órát. Ő 5 percenként vesz egy jegyet. Egy rövidet, nem mondod. Egy 10 perceset, tehát 20 forintért vesz egy jegyet, amit, mivel neked a büntetési tételet 6000 valahány onnan indul, ő 3000-ért elad neked, vagy 2000-ért, vagy 1500-ért, tök mindegy, akkor is nagyon sok százszoros haszonnal dolgozik, mert ő nem vesz órás jegyet, 5 percnyi jegyet vesz. Érted? 11. Na de kinek mi köze az, hogy kivette azt egyet? Ő megvette. Igen. De ő neki akkor nincs kocsija. Hát de akkor parkolt. De ő vette a jegyet, odaadja nekem, akkor parkoltunk, akkor én befizettem a parkolásra szóló jegyet. Igaz, hogy 5 percig is én egy órát álltam, igen, tehát ő a büntetéstől kezdve nézi, de egészen jó az érvelés, hogy parkoltam. Érted? Meg hát plusz, igen, ő 5 perces jegyeket. 5 percet meg parkolta 3 órát, és utolsó 50 percre megbüntetnek, akkor értem. Na jó, de akkor ilyen alapon értem, amit te mondasz, és én megértem, hogy te ezt így csinálod. Sokat vagy a belváros. Sokat. Hogy lehet valakit benyomni abba a szerepbe, hogy csak tud egy információt? Hogy lehet azonnal csalót csinálni a Feriből? De én vállalom. Na, de akkor ez azt jelenti, hogy mindenkire rossz hiszeműen nézünk, tehát azt feltételezzük, hogy az összes autó csaló, ezért szüntessük meg azt, hogy 5 perccel később be lehet mutatni. Igen. Kérdezem én, ha mondjuk nem lehet bemutatni 5 perc, tehát nem lehet bemutatni, igen, ugye? Akkor mi állítsa meg a parkolóért, hogy bárkit megbüntessem? Hát, tehát a kérdés semmi. Csak annyi, hogy neked van egy érvényes parkolójegyed. Oda megy a parkolóőr, és azt mondja, hogy nem láttam, megbüntetlek. Nincs lehetőséget később bemutatni, tehát tulajdonképpen bárki megbüntethető. Így van. Ellenérvek? Nehéz lenne ellenérvek. Most így. Értitek, mit mondok? Tehát ha téged leesett a szélvédőd mögé, vagy csak ott van, vagy nem vette észre. És ő megbüntet. De én nem tudom utólag bemutatni, csak itt van. Mert azt mondják, hogy később vettem, rossz hiszem, csaló vagy, nem tudom. Akkor bárkit megbüntethetek. Értitek a lényeget? Persze. Mert az autós úgysem tudja bemutatni később, hogy ő neki volt jegye, mert ezt a lehetőséget most elvették, most amit ma reggel a tarlós vagy pénteken most azt mondta, hogy addig lehetőleg nem, amíg ez nem oldódik meg. Tehát kvázi szabad kezet kaptak, hogy bárkit megbüntessenek. Ha ők rossz hiszemű autósként néznek ránk, akkor én meg gondoltuk úgy, a jegy
kezelőre, vagy a, az ellenőre. Rossz hiszem, hogy egy kezelő, igen. Akinek egyébként érdekes sok autót megmutatni. Én nem tudom utólag bemutatni, akkor ő bárkit megbüntetett ezen. Hát most az, ahogy futnod kell az autó meg a jegykezelő automata között. Tehát, hogy legyen, érted, hogy marha gyorsan odafutsz, megveszed, visszafutsz vele, és akkor még ott találod az éppen autódat fényképező jegyellenőrt, akinek elmondhatod, hogy tesa itt a jegy. Igen, de azért, mert néhányan csalnak, azért nem lehet mindenkire úgy nézni, hogy az összes autó csaló. Hát ez nem lehet így törvényeket, rendeleteket hozni, hogy azért, mert 5% csal, akkor a maradék 95% aki becsületes, az érted? Az akkor szintén csaló. Én nem vagyok csaló. Tehát te ezt csinálod, én nem így csinálom. Ez így, igaz? Te igen, csaló vagy, van eszed, csaló, én csaló, csalófikás vagy, vagy érte, van ott gógyi, érte, elkezdted, ez fővárosi, én hülye vagyok, én megveszem, te nekem nincs gógyi merre. Tehát így erre építetted fel az életed, okosba tolsz mindent, hát most ez van, hát ő meg nem. Megtaláltad a kiskaput, jól csinálod. A helyet, hogy te is élnél ezzel a lehetőséggel, most pempöksz, de nem 5%-unk csalá, vagy nem 5%-unk csal, hanem 10-15, most jött ki a felmérés. Havonta egyszer lehet bemutatni, ezt is szeretem. Tehát havonta, mi ha kétszer esik le, vagy kétszer-két, érted, akkor már nem lehet? Nem. Tehát ez is, hogy havonta egyszer eddig be lehetett mutatni. Havonta kétszer csinálod, akkor te már ne csináld. Akkor te már óvat, akkor te már csaló vagy. Tehát ilyen alapon nem vagyok védve. Nem, de nem elvették azt a lehetőséget, hogy hibázott a parkoló őr, itt a jegyem, csókolom, tessék, igen, megnézni, nem akarok 15 000-et fizetni. Hát igen, ez nonsens. De nem is arról szól az ország, hogy te védve legyél. Tehát, hogy csak így halkan mondom neked, hogy nyilván ebből jelentős mennyiségű pénze van annak, akinek lennie kell ebből. Most nem tudom pont kiszedi, hogy önkormányzat szedi, vagy oda megy, önkormányzathoz megy a dolog. Nyilván ezt akarták kiszedni. Az biztos, hogy nagyon sokan csinálták ezt a dolgot, ezt a bemutatót, kellett valami szabályzás, szerintem egy picit átbillent a másik oldalra. Mm-hmm. No, a legjobb egyébként tényleg, hogyha telefonon megveszed. Igen, akkor rendszámmal pont veszed meg gyorsan, amikor kiszállsz, beütöd, megveszed. Oké, okay, plusz 75 forint. Plusz 75 hagyjál forint. Hagyjál már békén ezzel a plusz 75 forinttal. Hagyjál már hülyeség, autóval jársz, tankolsz, súlyadót fizetsz, és sajnálod a plusz 75 forintot, tehát ne legyél ennyire hát szarágó. Hát napi 75 de figyelj, forint. De hagyjál már ezzel a napi 75 forinttal, hát 15 000 a büntetés. A cseszegetés, a vegzálást, a büntetés, 1004 egy hónapban, érted? 1400 fönt egy hónapban. Akkor inkább a tesótól 5 perces bontásban. De azt nem kell minden nap megvegyem, csak akkor, ha buktam. Most ezt a 75-öt komolyan mondjátok, hazamegyek. Én komolyan mondom, én a fejével vagyok. Menj haza! Ez egy milyen kényelmi szolgáltatás. Autóval jársz, hát fizessél már 25 forintot, még basszus. Nem, kifizeted a benzint, kifizeted az autót, a több milliós autódat. A 75 forintot arról szól, hogy a kocsiban kényelmesen te elindíthatod, nem kell aprót hordanod, nem kell automatához menned, hanem megveszed 75 forintért. Így van. Hülyék vagytok? Nem vagyunk hülyék. 75 forint. Ez így mennek el a millióid, érted? A kis 75 forint. Hagyjál, mert neked megvan haverod a Blahára, akitől megveszed az 5 perces egyet. Kaszucsi melegítőt meg egy hamis David a parfümöt. Tehát, hogy te hagyjál engem. Vicces, persze. Na most mi a baj ezzel? Az, hogy ez egy kényelmi szolgáltatás, hogyha arra akarjuk sarkalni az embereket. Mi az, hogy kényelmi szolgáltatás? Ez az. A mobilról parkolást úgy hívják, hogy kényelmi szolgáltatás. Ha én arra akarom rávenni a lakosságot, hogy ők így parkoljanak, akkor mi az a 75, vagy én 110-ről tudok, 110 forint. Hát nekünk 110, lehet, hogy szolgáltatás. Van ahol 115. De nekem annyi most park, de igen, 110. 13. kerületben, vagy hol? Hát szolgál, tehát gondolom fővárosban 110, mindegy. Jó, de hát amikor... Tehát, hogy ne legyen nálad apró, ezt akarják ugye elősegíteni, milyen legyen, kényelmes, hogy akkor indítod el, akkor állítod le. Na, de hogyha ők ezt akarják, akkor mi az a plusz költség? Ha engem erre akarnak hát, komolyan mondom nektek, már semmi nem jó, de tényleg. 121 mondjuk 75 forint. Jó, amikor ha pénzzel parkolsz, akkor meg többet dobsz be. Tehát ha pénzzel parkolsz, akkor meg bedobsz, mert nem tudod meddig marad, és lehet, hogy még kártyát 150 forint. De ezért állnál át, és ez segíti. A busznál például megértem a tömegközlekedésnél, hogy drágább a jegy, sokan nem értik meg. Én megértem, mert föltartja a sort. És vegye meg időbe, vegye meg az aluljáróba, pénztárakba, és úgy lyukasztja, mert az úgy tényleg lassú. De itt nem értem meg, itt miért? Igen. Hát, hogyha arra akarom rávenni, hát kikerülnének például a parkolóőrök, gondolj bele, miért kell, hát minek? Egy applikációnak a fenntartási idézőben kevesebbe kerül, mint fizetni a parkolóőröket, hát gyakorlatilag semmi. Hát igen, tehát, hogy itt azért mondjuk ilyen értelemben meg lehet érteni a Feri féléket, hogy... Hogy az tényleg jogos, hogyha ezt az 5 perces türelmi időt eltörölték, akkor miért nem tudtak volna mondjuk tényleg lojálisok lenni, és azt mondani, hogy akkor viszont legyen, kerüljön ugyanannyiba. Aki csal, az nem a 75 forint. A telefonon keresztül. Nem a 75 forint. Tehát aki nem veszi meg, az amúgy se veszi meg, aki meg
veszi, az becsületes, az megveszi plusz 75 ér is. Tehát ez nem erről szól, persze, szerintem. Nem? Na de gondolj bele, hogy ez mekkora pénz, ha te ezt elkezdenéd lebontani, hogy hányan parkolnak mobillal, és az hányszor 110 forint egy-egy. Én nagyon szeretem ezt a telefonos parkolást. Persze, nagyon annyira sokan. Kényelmes, csak annyira ez jó. Lehúzás. A stoppot mindig elfelejtem elküldeni. A rohadt életi is küldi, hogy ennek kiharomból lejár a parkolásra. A 1600 plusz illeték, rohadt meg 5 percet álltam, és 4 órája otthon tévézem. Tudod, mindig elfelejtem elküldeni a stoppot, sose küldöm el. Mindig nagyon szídom magam. Négyszer még a belvárosra 8000-et fizetek, és 4-6 percet álltam bent, tudod. Igen, de legalább a műtőbe automatizálod a mászkálást, az esetleg a büntetésnek a lehetőség, ezt mind el tudod vele kerülni. Na jó, és akkor elmegyek a parkolórához, mert mondjuk másik körzetben, hogy nem tudom a számot, kecsülök ott hülyén, közben engem megbüntetnek, akkor és akkor a parkolóőr most a tarlós kijelentésére, hogy ne büntessék meg, akkor megvár, áll majd minden egyes autónál 10 percet, hogy a tulaj visszajön, akinek nincs jegye. Nem életszerű. Nem, ő meg fogja büntetni. Én nem, hogy a tarlós segíteni akar, de nem életszerű, amit mond. Mert ugye azt mondta, hogy kéri addig, hogy ne bírságolják az autósokat, akiknek azért nincs a szélvédőjük mögött jegy, mert éppen megvásárolják. Tehát most ott áll minden autóra és várja, hogy 5 perc, ha visszajön az csávó. Hát nem tudom, hogy mennyire hallgatják a tarlós urat. Nem csak kérdezem, hogy esetben szerintem hallgatják. Minden reggel meghallgatjuk, átolvassuk az újságot, hogy mondott-e valamit a tarlós. Amen, és menne neki meló. De nem, én ezt bírom a tarlós, elismerte, hogy hibáztak, és oké, hogy vissza akarták szorítani a visszaéléseket, de megnyugtató jogi megoldást. Szeretne ez, hogy valaki már kimondja azt, hogy hibáztunk, de dolgozunk az ügyön, ez szerintem már önmagában egyébként ebben az országban szenzációs, mert legalább látod, hogy lesz megoldás. És akkor te hogy parkolsz, ha sajnálod a 75-öt? Hm? Én, hát van, hogy rászorul az ember, hát onnan neki tudom, mert hétvégén ez volt. 110, igen, 110. Hétvégén 110, igen, ez a Bartók Béla úton volt, 110, már nem tudom melyik szolgáltatónál, vagy lényegtelen, itt 110 volt, de engem nem, az egész életünkben engem az zavar mindig, hogy be vannak iktatva ilyen plusz költségek az életedbe. A modern kornak az apró, kicsi, plusz kis trükkök, a kis lehúzások. És engem ez igenis, hogy zavar. Mert ez legyen akkor a mobilról parkolás, ez egy szolga, ezt akarjuk elősegíteni. Olyan, mint a bankkártyával lévő fizetés. Ugye, hát menjen minél többen, ugye használjuk, PayPass, ilyen, olyan, amilyen. Oké, de akkor segítség elő. Akkor tekintsünk el a 110 forinttól. Itt mert 75, miért is van? Ott 110, amott egy 50-es. És indítasz egy nap 3-4 ilyet, és igen, bajom van vele. Hát ez burkolt lehúzás. 3-4-et indítasz, mit csinálsz te bár? Miért nem? Hát vannak, akik járnak, és 3-4 mobil parkolásért. Ez nagyon nagy lehúzás szerintem. A semmire fizetek? A semmire. Tudom, csak egy csésze kávéjára, egy kompromisszumára. Nem akarom kifizetni. Annyi kompromisszumot fizetek ki minden nap. Na most na, be, ugye? Na, most megvagytok. Na ennyi, most megvagytok. Most, amikor én csöndbe vagyok, bedaráltatok. Ennyi. Nincs igazán a saját. Na kompromisszum most 70, tejszínel 90. Nincsenek érveim. Nincsenek érveim. Szar a kávéd, ennyit ott mondani, nem tudom. Nincsenek érveim. Na jó, én közben úgy gondolok rá, hogy tök jó, hogy nem kell aprót gyűjtenem, és legalább el tudom indítani. Igen, csak nem kell ugyanannyiba egyébként. Ebben viszont igazuk van. Jó, mindegy, a tarlós már változtatott, úgyhogy autósok legyetek résen. Egyelőre mi sem értjük ezt az új szabályozást, mert szerintem attól, hogy tényleg, amit Feri elmondott, hogy sokan csalnak, azért az 10% mégsem mondjuk a másik 90. De köszönjük ezt a... Nagyon szívesen osztottam meg a tapasztalataimat. Nagyon sok SMS-et, úgyhogy még jövünk vissza az SMS-ekkel. Ákos, ide jutam. Meghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:49 múlt pontosan 3 perccel. Ebben a borús esős időben megengedtek nekem egy kis Prince Italjo, Marky Marko. Nincs elég bajom. Imádom, amikor táncolsz az asztalon. A kis kerek fokhagyma popsiddal, ahogy... A legnagyobb alibi. Óriás halandja. De valahogy az emberek jobb kedve lesz tőle. A legnagyobb kabudumát nyomják. Inikó, mánánára. Körülbelül egy ilyen kozsó szinten van. Igen, simán el tudom képzelni, hogy ilyen váziföldi ékelrecept, vagy tudod, ilyen... De semmihez semmi köze. De mégis óriási sláger. Óriási sláger volt. Sok-sok jelenkori zene mellett néha egy kis felüdülés jó az. Na, azt mondja, hogy M5-ös Inácsi pihenő után útépítés miatt egy sáv járható torlódnak a kocsik Dobas felé, Könyves Nándi küldte nekünk. Hatalmas torlódás a Kerepesi és a Keresztúri út kereszteződésében, ahol nem működnek a jelzőlámpák. Ezt pedig Perec írta. Köszönjük szépen. Na,
Azt mondja, hogy micsoda zene végre. Egy kis Brooklyn Bounce, írja valaki. Á, mindig is imádtam Bon Jovit. Végre egy jó kis Salt and Pepper az ébredés. Ez úgy látszik, ez ragadós mindenki. Megfejti már a zenénket. Ez az Oti, végre egy kis DJ Bobo. Nagyon szeretjük. Doktor Albán a király, írja valaki. Köszönjük szépen az SMS-eket. Még egy-kettő parkolós SMS. Azt mondja, hogy... Ugye beszélgettünk arról, hogy mit határoztak most, eltörölték az 5 perces türelmi időt, most pedig ugye a főpolgármester nyilatkozott, hogy hát tegyék rendbe a dolgot, és addig ne büntessenek meg senkit, mert elvették tőlünk azt a lehetőséget az autósoktól, mert néhányan csalnak, ugye Feri, hogy, hogy bemutassuk a jegyünket, ha a volt. Nem, hogyha most csak itt a stúdiót nézzük, akkor csak minden negyedik ember csal. Hát nem is még többeket bekemmel, mert 10%-nál vagyunk. Hát. Engem. Na, azt mondja, hogy nekem azt mondják meg, ki és mire költi a parkolási díjat, mert a kocsit nem őrzik, a parkolót nem takarítják, az utakat nem újítják. Jó lenne tudni, hogy mire megy el. A parkolási díjnak egyébként nyilván ez is a célja lenne. Nem erre gondolok, tehát nem csak azért vezetik be, hogy őrizzék az autódat. Jó lenne, mondjuk P plusz R parkolók épülnének belőle, vagy ez nyomon követhető lenne, de ugye hát ezzel próbálják meg egy kicsit tompítani a beáramló autósok számát. Tehát egyfajta szűrő is, hogy inkább tömegközlekedéssel mész, vagy sétálsz, vagy kevesebbet vagy autóval. De valóban ez egy érdekes kérdés, igen. Angliában egyszerűen megoldották a dolgot, rendszámot kell beütni a parkoló automatába. Ez most már Magyarországon van, Székesfehérvár, Veszprém, be kell ütnöd a saját rendszámodat, és akkor tudod igazolni, hogy az te vetted. És nem érezted ilyen zsibbadást a kezednél, mikor elkezdted beütni, hogy ez fura ez a rendszer, hogy ne, sehol senki körbenéztél, mindig nem jön senki, elkiáltottad magad, hogy tesó! Tesó, hol van? Vendégi parkolóért, mint két melegítő. Kazuki Farmer. Kazuki Farmer, igen. Srácok, ennek a mobilrendszernek van ám üzemeltetési költsége, meg bekerülési költsége, és emellett nem kötelező, neked tesznek jót vele. Figyelj, és rohan néz, úgy lobog a haja, mint Pimpának a füle a kis mesében néz. Mint Pimpának a kutyának lóg a nyelve, és lobog a haja. Nem, ez nem így van, nem így van. Parkolótársaságnak a parkolás nem kerül semmibe. Ezt az önkormányzat kiadta ezt a területet, ezért nem tett hozzá semmit. Milyen költségről beszélünk, miről beszélünk, mit tesz ő a maga a mobilrendszernek az üzemeltetési költségére gondol. Milyen mobilrendszer üzemeltető? Így van, pontos, a 110 vagy a 75-tök mindegy forintból fizesse a parkoló társaság vissza a mobil cégnek. Mondjuk kb. 5 forintba kerül egyébként ez, nem 75-be meg 110-be. Nem vagyok veletek, nem. Ez egy lehúzás. Igaz, egy burkolt lehúzás. Jobb vagy, mint a Demszki. Egyébként teszünk akkor az autópálya matricákról, mert ugyanez van az autópálya matricáknál, csak megyek dolgozni, már nem érek. Most mi a bajod az autópálya matricával? Ugyanez. Hogy? Hogyha hát, mobilról veszed meg, mennyit? De akkor miért nem veszed meg a benzinkúton? Én nyugodjál meg. Ez nem kötelező. Ne tekintsünk minden dologra úgy, hogy ez kötelező lenne. Igénybe veszed ezt a szolgáltatást, miért nem adják a repülőjegyet ingyen? Hát nem, akkor nem kötelező igénybe venni. Tehát akkor vedd meg a benzinkot, menj oda, dobd bele az aprót. Így van, érted? De hogyha ők ezt elő akarják segíteni, ezt a szolgáltatást, hogy milyen kényelmes, milyen klassz, érted. Annyit fizetsz, amennyi, akkor segítsék elő. Jó. Na, elmentem, oké. Na, jó van, menj dolgoda, Szőke Demszki. A legjobb fegyvert adták a büntetéshez, úgy fotóz le a kis piros csomagot, úgy tett, hogy kitakarja a cetlilet, mivel utólag nem mutathatod be. Ugye hát erről beszéltem én is. Hogy ezek után nehéz lesz ugye bizonyítani, hogy neked megvolt, ha nem tudod utólag bemutatni, tehát kvázi tulajdonképpen bárkit megbüntetnek. Többek között ezért is agályos ez a dolog. Na jól van, lezártuk. Mindenki vigyázzon magára, és ügyesen parkoljon. Aztán mondjuk majd, ha van friss ezzel kapcsolatban. Most mutatjuk, hogy mi a beugró, jó, mert hogy lesz hármas ugrás a következő órában. Ki kell találnotok, hogy mit hallottatok, figyeljetek. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Oké, itt de idegesítő ez a nő. Mi az szeretjük. Fáj, mi? Mi szeretjük. Na figyelj mindenki. Hoppá. Jó, a néhányat agyon játszottunk már, úgyhogy ezek könnyebbek. Néhányat agyon, ezt most én is tudom. Még egyszer? Igen, igen, léci. Igen. Én hetek óta nem játszanék egyébként hármasugrást, egyszerűen nem tudom már kitalálni. Milyen szerencs, hogy itt ülsz a stúdióban. Aha, és milyen szerencs, hogy én írom a kérdéseket. Milyen szerencs, hogy neked nem kell játszani. Te írod a kérdéseket, igen. Ez nem olyan nehéz, egy csomót játszottunk. Hát. Többet is
mint annyit kellett volna. Tehát, és többször. Igen, tehát egy román játszó dalok vannak most. Na, tehát mit hallottunk? 2 darab dalcím, 2 darab előadó, ezt kell nekünk megírni. Jó, SMS szám 0-745-00-00, jövünk Ákos híre után. Morning Show. És most folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 9 óra után vagyunk pontosan. 9 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hát, hétfő van. Sziasztok! Na! Hogy szól ez madár nyelven? Várjál, melyik volt a sziasztok, vagy a hétfő van jó? Ez a sziasztok hétfő van. Ők mindig utoljára mondják az elejét. Aha, tehát, hogy úgy van, tehát a klapti-klap, a végén volt a sziasztok. Ja, klatyi-klatyi, így van. Azt mondja, hogy szeretem, amikor Liza Minnelli énekel, írja valaki. Legjobb. Jó, ez az új James Bond főcímdal, Retro Bully. Sabrina, Sissy Catch, jönnek a megoldások. Oh. Rúzsa Magri, Samantha Fox, Lady Gaga, Liza Minnelli. Aj, de a szeretem. Legnagyobbak. És a legtöbbjük még jól is néz ki. Még ki most is. Liza Minnelli. Sabrina és Samantha Fox még mindig nagyon jó bőrök. Igen? Aha. Én nem emlékszem Sabrinára. Hát akkor az nagy baj, hogy nem tudom, te mit néztél, biztos a Bros poszteredet. Igen. A jó kis Bros poszter. A jó kis mimálódat. Nem tudom, nekem Sabrina poszterem sose volt valahogy. Mit csináltatok napot? Én dobtam egy bőrt a kedzsegúrát. Volt Sabrina poszteretek? Hogyne. Igen? Hogyne lett volna. De eldugva, mert nekem nem lehetett. Nem? A Metallica-k meg a Slayer-ök mellett nem lehetett. Azt is elég nehezen vette be apámnak a gyomra. Ő nem értette nagyon a dolgot. Azt már nem csodálom, igen, nekem sem értették. Hogy miért vannak szőrös alkarú, hatalmas csuklószorítós, amikből százas szegek állnak ki, férfiak a szobának a falán, hosszú haja, szakállal. Hogy miért nem nőket rakok? Igen, hogy miért nem nőket rakok fel? Fura volt az akkori, nem tudom, ilyen kultúra, hogy bármit kiraktad a kedvenceidet a falra. Ma már egyszerűen a gyerekek nem csinálnak, vagy a fiatalok, nem? Hogy mit tudom, szeretik, a nem tudom mit, és akkor kirakod póster formájában. Hát azért ez így nincs. Nagyon jó. Emlékszem, nagyon nagy menei voltak, de nem, nekem nem volt nekem különösképpen. Hát szerintem Justin Bieber poszterek biztos, hogy van. Ja, azt hiszem, hogy nekem Justin Bieber van a falam. Csak volt egy Justin Bieber. Hát nem, most. Szerintem a tini csajoknál van. Igen, van még. Régen ugye voltak ezek a színes havi, meg heti magazinok. A Bravo, meg a Popcorn, meg ezek. És akkor annak a közepéről tudtad kiválasztani, hogy akkor te kit raknál. És esetleg ifjúsági magazin? Nem úgy szedted ki, hanem fölhajtottad az összetűzést. Fölhajtottad az összetűzést, és kiszedted. Igen, tudom. Igen. De voltak poszter magazinok, és amik kifejezetten csak posztereket tartalmaztak. Nekem a legnagyobb kedvenceim, azok voltak a legnagyobb királyok, akik össze tudták rakni ilyen külföldi hammerekből, például metal hammerekből, ezeket a sok darabból álló posztereket, amikor középen megjelent, és akkor mindig megjelent belőle egy darab, és aztán négy lapból tudtad összerakni a gigant posztert. Igen. Azok voltak a legnagyobbak. Úristen. De jók voltak. Jó is ezek. Volt. Most egy Sabrina gigant poszterbe. Hát én 40 évesen nem tudom, hogy tudnék-e vele mit csinálni. Tehát én értem azért a pajkosságot benned, de most már azért 40 évesen kevés lenne egy Sabrina gigant poszter. Más az inger küszöbünk akkor. Csak nagyon szoros a nyakörved. Ja, hát most én a jelenlegi élethelyzetet mondtam. Ez 40 évesen már túl egy-két kaland álltam mögött egy gigaposzter, már azért kevés lenne. Tehát azért rá mit csinál, becsomagolod magad bele? Tehát, hogy így... Megkülj rád, egy poszter. A közlekedés éle 9. kelet Soroksári út befelé a határút után elesett a szélvédős Feri küldte nekünk. Aztán az M0-áson bent a körben jól járható minden az M5-ösig, az eső szakad, ezt is elküldte nekünk szélvédős Feri. Szélvédős Feri beindult ma reggel, és küldi a közlekedési híreket. Köszönjük szépen. Valaki Neotont írt, hogy remek volt ezen Neotondal. Azt hiszem, hogy van-e még valami. Inárcsi pihenő után útépítés miatt egy sáv járható, torlódnak a kocsik Dabas felé, Könyves Nándi üzeni. Hatalmas a torlódás a Kerepesi és a Keresztúri út kereszteződésében, ahol nem működnek a jelzőlámpák. Perec küldte nekünk. Trafi Budán, az Öldlomb utcában lefelé a Szépföldi út irányában Norbi üzeni, valamint az M7-es bevezetőn hatalmas a dugó, állnak az autók az Egér úti felhajtótól, se előre, se hátra, az okát sajnos nem tudom. Dóri néni küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Balatonboglári lehajtó után háromlábú az M7-esen, valamint a Vépi elágazás után az M86-oson Sárvár felé baleset történt, rendőrök helyszínelnek. Gina küldte nekünk, köszönjük szépen.
Képzeljétek el, tök büszke vagyok magamra. Na, nem. Ez nekem egy ismerős érzés. Ezt én minden nap, csak te van, vagy van más. Minden nap reggel így indulok el, és este így fekszem le. Én készít dobok a tükörre. És vagy köztes állapotos, ami nagyon hasonlít a reggel és az este. Egy pucival indulok reggel, sok sikert van, légy ügyes, és este így búcsúzom magamtól. Ki tudja, felkelek. Jó az illatod. Na most irány az ágyba, kis uncut. Holnap egy izgalmas nap vár rád újra. Szóval mondj valamit, amit nem ismerek, valami olyan életérzést. Mert hogy nem csaltam meg a feleségemet. De most, de milyen meg lehetett volna? Végén kaptál valami konkrét ajánlatot? Vagy mi álmomba. Tényleg? Nem, ahogy azt... Te azt mondtad az álmodban, hogy... Annyira durva, igen. Képzeljétek el, hogy... Hűséges voltam a feleségemhez álmomban. Ki volt a csábító? Mária Geronazzo. Tulajdonképpen Péter Erzsébet utolsó kívánsága voltam. Illetve utána egy Gábor Zsazához is át kellett ugranom egy negyed óra. Janikám, azt irányt velem, amit akarsz. Mit tetszik neki? Mit tetszik neki? Óvatosan. Nem ám gyújuljuk. Janikám. Na. Szóval nem tudom megmondani. Kivettem. Igen. De jó, hogy nézett ki. Vagy beszél, hogy csinos volt, igen. Tehát, hogy arról szólt, hogy valahogy így egymás mellé söndörök. Nem tudom, hogy alakult. Én mindent tudni akarok. Miben voltál, hol volt, mi volt körülöttetek? Egy ilyen nagyon fura, valamilyen ottalvásos ilyen történet volt, egy ilyen buli, és egy, a csaj ismeretlen volt, nem egy konkrét személy volt, hanem egy... Tehát csak ilyen, melleket láttál. Egy ilyen középkorú volt, itt tudom, 30 és 40-es, igen. Milf. Igen, ez a kategória volt, és először úgy történt, hogy egy légtérben laktunk, és mindannyian, és amikor este ugye mindenki lefeküdt aludni. Ez egy kommuna, amiben éltetek. Így van. Egy törpével és egy farkasputyával, illetve hatmesztelen nővel. Egy szekta volt. Egy szekta volt. Rengeteg imádkoztunk, és fajtalankodtunk. De ki volt még ott? Jani, imádunk. Mit? Ki volt még ott? Volt ismerős? A Balázs hű? Nem, rájuk nem ülünk, nem hagynak valószínűleg. Akkor hamar a felébredek. Sül is ott lett volna. Igen, ő sem visszavettett volna, már bocs. Csak egy fügelevélt akarta a csonyi. Igen. Tehát ez egy álom volt. Ez egy álom volt, de azért vagyok nagyon büszke magam, mert ugye általában ilyenkor az ember azért nem mond nemet. És mondjuk persze nem tudtam, hogy álmodok, mert nekem annyira tiszta volt az egész, annyira konkrét volt, annyira minden részletre úgy nagyjából emlékszem, hogy először mindenki lefeküdt aludni, és akkor külön-külön ágyban feküdtünk le. És így után... Ott feküdtél a kis bicimackos alsogatjában, egy kis ágyacskában. Nem, csillagpatrikos. Patrikos alsogatjában. Feküdtél egy, és azt mondod, milyen marcon álom. Csillagpatrikos volt. Ebben az álomban egyedül fekszenek. A slicceri szemem volt, úgy volt Patrik, hogy így eltakart így a kis izéjével, kis karjaival, és hátrafele nézett pajkosan. Így néz ki a pizsamám elől. És átjött hozzám a lány, bebújtott a karó alá, és azt mondta, Kandász Andrea vagyok. Azt csinálsz fel, vezessük fel, Kandász Andi vagyok. Ez csak fix. Tudod, természetesen. Igen. Én is tudom, hogy ez csak egy álom. Tudok titkot tartani. És nemet mondtam. De nem volt sehol az álmodban Móni, nem is volt ott. Nem volt ott. Tehát nem volt a helyszínen, ő nem volt benne az álomban, viszont a tudatomban benne volt. És a nemet hogy mondtad, hogy durcásan befordultál a micimackos kis párnácskára, és nem, vagy finoman utasítottad el, vagy... Na vagy de azt mondjam, házas vagyok. Nem érted, házas vagyok. Te hogy vagy, vagy felkeltél, és elrohantál a kis alsógatyába, riadtan kiszaladtál a szobából. De emlékszel erre, hogy volt maga az elutasítás? Kibújtam. Honnan? A takaró alól. Alul? Kibújtam a lábakon? Jaj, ne pajkos vagy, Janikám, bujócskázol, egy jobban szeretem. Bocsánat. Oké, valami megzavartam. Úgy látom, neked a bujócska előjáték, de akkor én is megyek, mondta Kandász Andi, és követett téged. Nem. Fűzzük le szegény Andiról, mert hogy... Nem ő volt. Mondok még neveket, jó. Igen. Ja, jó. Igen? Nem bazonosikat a... Igen. Ez volt. Tehát ugye is ismeretlen. Igen, a Fishambos Erdély Monika. És nemet mondtál. És nemet mondtam, és ez tök érdekes egyébként maga az érzés, hogy reggel felkeltem, és én tök tiszta volt az egész állam, és kicsit mérges is voltam magamra. Hogy miért nem voltál bátra, mi? Hogy legalább az álmomban már, hogyha már egyébként tényleg vagy egy papucs vagyok. És fölkeltetted reggel Mónikát, és elmondtad neki, hogy anya, de félreértem az egészet, nem történt köztünk semmi. Azt mondta, hogy hagyjam, aludjak tovább, nekem pont most volt jó, mondja Móni, tudod, ő viszont megtette. Igen. Balázs Fecóval. Hagyjam, alig élek, német
Horváth Kristóffal álmodtam. Itt volt éppen Nárai Tamás rajta. Igen. Szabott nekem egy bolerót. És akkor ezt elmesélted, és büszke voltál? És tök büszke voltam magamra. És akkor most mi a nemek és az igények aránya egyébként ezen állam után, mert forró, hogy csak pont ezt meséled. 201. Azért mondom, hogy 200 igen, és most erre az egy nem, mert akarsz itt vakítani. De ez körülbelül 201-hez igen. Hát, igen. Az összes többiről tud, mert mindig mosásban meg tudnán a lepedő. Jaj, tehát akkor ez jó. De tök érdekes egyébként, hogy tudatilag az ember, tehát hogy még az álmaidban is, vagy az álmaidban sem tudsz függetleníteni a való világtól. Szoros álma az anyakörben, megértem, persze, abszolút. Tehát én most konkrétan a nyakadban nyomokkal ébredtél, hogy a folytó nyakörben. Azt hittem, hogy csak vél alá futás a nyakörben. Fogom mondani, mondom, reggel, Jani, mi ez a csík a nyakadon, de akkor most már értem, hogy te álmodban is meg vagy kötve. Igen. Ezzel hétvégig is megpróbáltad felkötni magad. Nem, kicsit szorosabb a póráz. Álmomban nagyon fickándoltam, és a Móni rárántott kettőt az a pórázra. De ebben büszke is lehetsz magadra egyébként. Egy hős vagy, de tényleg. Ugye? Aha. Látnunk kéne az áldozatot azért, hogy kire mondtál nemet, tehát lehet, hogy aztán valahogy érted, könnyű rá nemet mondani, olyan ronda volt nekem. Tehát azért az, tehát de azt igazából... mondta, hogy egy jó mild, egy jó középkor. Úgy akkor. Nem volt, tehát nem egy konkrét személy volt, lehet, hogy létezik, lehet, hogy még valahol összefutok vele majd, és így elmegyünk egymás, mert az utcán is így tudod, nem értjük, hogy miért. Miért csak nézitek egymást az 50-es villamoson majd. Igen, és amíg fejlek egy oszlopot, igen. Tudom. Igen, ez te voltál az. Nem. Hír rohadja. Igen, csak jegyeket, bérleteket is felveszik a karszal. Tudom, hogy úgyis csalsz. Ez jó. Én mindig tudom az álmomban, hogy álmodok. És... De nem tudhatod. De én mindig tudom. Hogy sose álmodod, de akkor nem azt, tiszta. Hogy ez az ébrenlét? Akkor nem elég tiszta az álom. Nem, én szoktam álmon belül álmodni, és meg tudom, hogy álmodok, és abban a pillanatban, hogy realizálom, hogy álmodok, onnantól kezdve elkezdek mindig fákon ugrálni. Nem, onnantól kezdve, hogy realizálom, hogy ez egy álom, onnantól kezdve megjelenik a gondolatomban. Olvastam egyszer egy könyvet, a tudatos álmodásról szól. És az azt jelenti, hogy hogyan tudod megtanulni irányítani a saját álmodat. Aha. És arra vannak gyakorlatok, és baromi jó a dolog, mert álmodon belül egyszer csak le kell, hogy essen, hogy ez egy álom. És onnantól kezdve, hogy leesik, hogy ez egy álom, elkezded irányítani a saját álmodat. És mindent meg tudsz csinálni, amit akkor... De miért a fák felé? Mert nagyon jól esik, hogy magasra föl tudsz ugrani, és ahogy realizálod, hogy álom, abban a pillanatban tudsz például ugrálni, vagy repülni, vagy bármi. És sokáig dolgoztam azon... De pattogsz a fáknak a tetején. És lennök, gyere már, hülye vagy! Lennök üvöltöznek. Az állomtöbbi szereplő, hogy mindig furán néznek rá. Nem, realizálom, hogy ez egy álom, és azt úgy mutatom be, és bizonyítom be saját magamnak, hogy bármi jött meg tudok csinálni, mint a való életben nem. És ezért például szoktam ugrálni fákon. De ilyen álmom nem volt, hogy nem mondjam. Hát, de te meg olyankor elmész ugrálni, nem? Bocsánat. Oké, baby. Ne haragudj. Jövök mindjárt, de elmegyek. Ez egy álom, én irányítom az álmat, úgyhogy most ugrok négyet. De egyébként tulajdonképpen így is volt, hogyha jól emlékszel. Igen, elköszöntem, még estől kijöttem ez, és láttam, hogy valaki ugrál a fáknak a tetején. És mondtad, hogy csak a Bali. Mondtad, hogy csak a Bali álmodik. De gondold el, mekkora hatalom, bár itt megcsinálnak álmomba, és én fákon ugrálok. Ugye? Micsoda életművész vagyok én is, érted? Bármi lehetne, hajól utazhatnál, jaktokon ülhetnél, amit szeretnél, mi legyen, én fákon ugrálok, mert irányítom a saját álmomat. Ez lenne egyébként zseniális, hogyha bele tudnánk álmodni egymást a másiknak az álmába. És az ő tipikus álma is megjelenne. Erre már csináltunk kísérletet, emlékszel? Igen, de az nem jött össze. Nem jött össze. És hogyha jön a nő az álmodban, akkor csak úgy csalod meg, hogy előbb leteszteled, hogy ő is tud-e ugrálni. Tehát, hogy mi... Tehát állunk azt, hogy közösen ugrálunk. Igen. És az már olyan, mint egy szex. Már nagyon fáradt vagyok, már ülj már. Nem, ugrálom kell. Az jó lenne egyébként, egymás álmába át tudnánk menni. Tehát te ilyenkor tudnál nekem szólni, bekopogtatnál hozzám, és aztán Bali, nagyon jót álmodok, gyere át az álmomba. És akkor meghívnál, vagy én jót álmodok, és tudnék nektek szólni, és abban a pillanatban ti ott teremnétek az én álmomba. És akkor például már hárman futnánk a csaj elől? De valami csinálnánk, tehát hogy valaki jót álmodik, és akkor meg tudnánk hívni egymást egy álmába. Vagy mind a hárman ott lennénk a takarolat plusz a csaj, és arra beszélnénk, hogy ezért ez szerintem most csak egy álom. Ez most igazi, vagy nem? Álom. De itt nem szoktátok tudni álmotokban, hogy álmodtok? Nem. Nem esik le soha, hogy egy álmomban vagytok? Pont, hogy az olyan, mintha nem tudnád. Például az a klasszik álom, hogy nem tudsz fölülni. Emlékszel? Erről beszéltünk egyszer. Hogy nem tudsz megmozdulni. Alvási paralízis. Na, hát az pont olyan, mintha tényleg nem tudnál megmozdulni. Én idején sokáig azt hittem, hogy szörnyekkel harcolom, és most megint megjelent valami UFO, vagy a lekció, aztán után olvastam, és ez az ébrenlét egyik fázis, amikor nem tudsz megmozdulni. Igen, az nem annyira jó. De az tök olyan. Alvási paralízis.
is. Igen. Én véget is tudok vetni az álomnak. Van alvási Parkinson is, én legalábbis mindig erre hivatkozok mondani. Az csak az alvási Parkinson volt, amit láttam. Igen. Én véget is tudok, tehát ha valami rosszat álmodok, akkor tudok úgy csinálni, hogy vége legyen. Tehát nem tudok valamit tovább álmodni, anélkül, hogy ne akarnám tovább álmodni. Tehát van egy pont, amikor véget tudok vetni. Próbálunk feled menni. Igen. Nem, tehát adott irányba megy az álom, és az mondjuk nekem tetszik. De én azt akarom, hogy ez már olyan irányba megy, ami nem tetszik, akkor föl tudom magam kelteni. Aha, de átterelni nem tudod jó irányba. De tudom terelni is. Terelni. Igen, mert realizálom, hogy álmodok. Aha. Ez a tudatos álmodásom benne van. Tudod irányítani a saját álmaidat, aha, és úgy leszel, tehát volt olyan állapot, amikor már alig vártam, hogy elaludjak. Ezt komolyan mondom. Tehát este már izgultam, hogy mit fogok álmodni, és sikerül-e azokat a feladatokat álmomban megcsinálni, amiket kitűztem célul magam elé. Hogy mert át tudjál ugrani a juharról a tölgyre? Igen. A múltkor nem sikerül, hogy a nyárfáról ne szakadjak le mindig a Dunába, hanem megtaláljam a szemben lévő fűzfágat. Nem, a könyvben le voltak írva a különböző feladatok, hogy hogyan tanuld meg az álmodban végrehajtani bizonyos dolgokat. Hogy például nézz szét, hogy realizáld, hogy hol vagy. És amikor én megérkeztem az álmomba, akkor én elkezdtem az álmomon belül a könyv által kiírt feladatokat megcsinálni. Abba benne milyen színű volt a ház? Tessék? Ugrájfákon benne sose írták. És hogy milyen színű volt a ház? Hány szereplőd volt? És akkor ez épül egyre jobban, és a végén eljutsz oda, hogy az történik az álmodban, amit te akarsz. Helyszínek között, időpontok között, emberek között változtathatod a dolgokat. Marom jó. És olyan sose volt, hogy ugráltál, és egyszer csak nem volt több. És rohadt nagy szakadékba leestem. És mit mondott Móni? Semmit. Most hallotta szerintem adáson keresztül. Igen? Aha. Akkor ez most egy vallomás? Ezért igen, jelezni akartam neki, hogy nincsenek titkaim előtted. Látod, felvállalom országvilág előtt a szerelmünket. De a másik kérdésről nem beszéltél. Igen, azt sosem mesélted el, amikor megvolt a nő. Az igaz. Ebben van igazság egyébként. Mi ez a lábszag? Milyen lábszagom? Ki a papucs? Te vagy nem? Milyen papucs? De 20 év alatt csak összejött egyre a sztori, hogy hűséges voltam álmomban. Végre nem történt. Végre nem történt meg. De azért ma kicsit várat, hogy elaludj, nem? Persze. Hát, ha visszajövődöm, de... Egyszer nemet mondtam, de most már... Próbáld meg még egyszer. Ma a monogramos pizsamámat veszem fel. Vajon ezzel egyébként minden egyes álommal üzenni akar az agy valamit? Tehát minden, amit... Hogy? Nem tudom. Tehát, hogyha valaki nővel álmodik, ha valaki pasival álmodik, ha nő álmodik hogy azzal, hogy egy pasival ő lefeküdt, akkor álmodunk, mindig azt álmodjuk, ami a tudattalatunkból előjön, jó, és ezzel az agyunk üzen. Janinál most mit üzent? Az, hogy a Janinak van egy vágya, hogy egy másik nő legyen az életében, vagy azt üzent? De te sok mindenkinek üzen, lehet. Nem. Azt üzente nekem az élet, amit én is üzenek az életnek, tégy próbál. Igen, nézőpont kérdése. Küld már azt a nőt. Na, készen állok. Itt vagyok. Így van. Itt vagyok, hát mutasd meg. Nemet fogok mondani. Továbbra is fenntartom, hogy látnunk kellene azért annak a nőnek az arcát. Tehát, hogy azért, érted, milyen volt azért? Egy, igen, festett ki, mint egy Picasso. Nem olyan, hogy bal szemét előtték korába. Teflomba volt a fejé. Na jó van, hát ez jó, büszke. Büszke vagyok rád. Hogy ilyen hős vagy. Hát, igen. Bocs. Fél lábon áll a gólya, ezt nem tudom, mire írják a hallgatók. Játszunk egy jó kis hármas ugrást. Itt van már is a hallgatónk, és valakivel már is játszunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Olyat se próbáltatok, hogy ha kiabáltok, akkor véget ér az álom? De kivel kiabáltok? Magatoknak. Igen, mert felráz a feleséged. Megint a gyerek ágyában alszol. Nem kell még egy gattalentet vezetni, nem kell. Láttuk, mit csináltál az elsőben. Hidd el, nem fognak fölkérni. Láttuk azt a teljesítményt. Nem, most már inkább beszéltem. Tehát olyan sincs, hogy üvöltöztök egy, de rájöttök arra, hogy vegetett véget az álmatoknak, hogy vethettek véget, és azzal a módszer után tovább érték, és ez mondjuk az üvöltés. Üvöltöd magad. Igen, nekem volt egy olyan módszerem, amikor nem csak tudatosan véget, hanem az üvöltéssel lett vége. Volt. És üvöltöztem mindig álmomba.
Üvöltött? Igen, fel. Mi csak nem kell félállom. De aludt? Jó, persze magas labda lesz. Azt hittem, hogy egy gónon törpőül lesz. És te mértem, hogy hol van az ébe. És mit csináltál az ágya szélén? Ne írjátok rá semmit, mert a poén már önmagában te elmondtam. Mit csináltál a Móni ágya szélén? Így van. És elkezdett, annyira betojtam, de tényleg elkezdett üvölteni szegény. Álmában? Igen, mert tényleg olyan volt, hogy ez egy ilyen padlásszoba volt, ez a régi pecójuk, és besütött a holdfény az ablakon keresztül. És felült, és ilyen félálomba volt, és jobbra nézett, és ott ült. És ott ült a törökülésbe. és tényleg azt hitte, hogy valaki ül az ágyán, és hát ült. Ijesztő volt. Ijesztő volt neki. De aztán hálisan elmentél aludni. Üvölteni, de én meg annyira megijedtem, hogy utána nem tudtam egy óráig elaludni. Mert annyira megijesztett az üvöltésével. De hál' Istennek azóta már nem volt több ilyen. Tehát mi nem nagyon üvöltözünk így álmunkban. Hihetetlen, hogy ugyanaz történik velem, mint a való életben. Egy gonosz törpe ül az ágya szélére. Hát olyan támadom, ami nem történik meg a való életben. Mondni, miért álmodik olyat? Ha simán megtörténik egy szombat délután, és egy gonosz törpe ül az ágya szélére. Jön, megy, mászkál, érted, mint gyereket is csinálták. A kis alsogatjáim. Igen, nem álmodik valamiért. Ablakot most tízé bevásárolni, 40, stb. Elképesztő. Itt van a hallgatónk, haló, jó reggel. Sziasztok, Zsófi vagyok. Hello, Zsófi. Zsófi. Pont olyan a hangod, mint az álomban. Zsófi, honnan hívtál minket? Urajújfaluból. Azt a minden. Vas megye. Réptelek, Sárvár, ez a. Ó, hát sokat. Egy kis falu. Sokat járunk mi arra, szeretjük azt a környéket. Jó, persze, gondolom. De tényleg, Sárváron sokat. Mi is, Sárvár az egy nagyon szép város. Mivel foglalkozol, Zsófi? A páromnak van egy építőipari vállalkozása, és ő neki csinálom a papírmunkáját, könyvelésig bezárólag. Jövök, megyek, teszek, veszek, dumálok. Azért az, hogy ő neki talicskázom a sittet. Na, azt azért nem. Tehát akkor ilyen irodai munkám vagy tulajdonképpen? Igen, meg számlázás, meg beszerzés, meg segítek a munkatársaknak, ilyesmi. Tehát azért sokat vezetek is. Uh-huh, mindenes vagy. Ez jó. Igen, így van. Milyenek a kérdések? Középszerűek. Már nem középesek. Középszerű kérdéseket. Van, aki segít, Zsófi? Van, hála az égnek, köszönöm. A Újfalusi önkormányzatban vagyok, itt dolgozik az édesanyám, és itt mindenki fülel. De jó. Polgármester úr ott van? Polgármester úr, most éppen nem látom, de merre van a polgármester úr? Hát nincs a polgármester úr. Falu legoposabb embere nincs ott a játék. Mi a keresztne a polgármester úrnak? Vilmos bátyám. Vilmos! Vili bácsi. Vili bácsi. Vili bácsi. Itt van valahol? Vili bácsi. Vili bácsi. Igen, így van, Vili bácsi. Vili bácsi. Jó fej, Vili bácsi, nagyon jó fej. Vili bá, jó arc? Igen, bírom. Jó van. Na figyelj ide, akkor jöjjön egy kérdés, ami így szól. A szarvasmarha melyik testrészén található a felsá? De szép. Szarvasmarha melyik részén található a felsá? Felsár. Ó, keresitek. Hasít a net. Mennyi házi asszony van ott? Ne csináljátok. Pedig van. Felsár. Tomb. Jó, elfogadjuk, jó. De a második nem el tudunk várni 2,5 percet. Menjünk tovább? Igen, menjünk. Menjünk. Itt van a második kérdés. Melyik ország egyik szigete Bali? Bali. Tessék. Melyik ország egyik szigete? Bali. Kérem, itt vagyok. Mondjad ezt, hogy. Figyelek, Bali. Ah, jó, hát nem tudunk ennyit várni. Nem tudunk ennyit. Persze, jogos. Indonézia. Az a furcsa, hogy amikor... Ja, Indonézia. Ja, mi a furcsa? Az a furcsa, hogy amikor telefonálnak, hogy az Anna, hogy adásba kerültem, akkor itt tök megörülök, tök bátor vagyok, meg amikor így mondjátok, hogy... Vagy amikor hallgatom az egyéb... játékosokat. Ó, tudom a megoldást, mondom egyből, csak amikor felhívjátok az embert, akkor így lefagyunk. Igen, hát akkor mindig nehezebb azért, amikor az ember adásban van. Igen. De szuper, nagyon szépen köszönöm. Igen, jó volt. Nekünk is. Egy élmény volt, Zsófi. Igen, jó volt nekünk is. Csokkoltatjuk Vilibát. Megmondom neki. Mamát is. Köszönöm. Téged is. Mindenki. Mamát is. Igen, édesanyámat is. Megmondom neki. Jó. Ciao. Sziasztok. Köszönöm. Hello. Ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. A gólya a fészekben áll fél lábon.
A gólyafészekben van. A fekete gólya a Gemenci erdőben visszajött egyébként. Most lehet, hogy nem félában áll, csak baleset értem. Olyan nem volt nektek álmodás közben, hogy álmodás előtt elhatároztatok, hogy melyik tárgyat kell álmotokban megtalálni? És meg lett? Meg. De csak álmodva. De a tudatos álmodás egyik fontos lépése, igen, hogy... Tehát nincs meg a kocsi víz... kulcs, akkor megálmodod. Nem úgy értem, hanem mikor lefekszel, akkor például azt mondnak, hogy én most az álmomban fogok találni egy nagyon részletgazdagan leírt, fehelyért, csészét, fekete pöttyökkel, és elkezded az álmodban, tehát ezek lépcsők ahhoz, hogy hogy álmodjál tudatosan, és elkezded az álmodban megkeresni. Hm. És elképesztő, mikor megtalálod. És ha megvan, akkor felüböltöd magad? Igen. És ott van a kezdődben. És eseménymentes lehet, az eseménydús lehet mellettem az alvás egyébként. Tehát az a lényege, hogy képzelj el egy tárgyat, mielőtt elalszol, és utána azt találd meg az álmodban. Nagyon érdekes kísérlet. És kihozod, mikor? Nem tudod kihozni. Csak tökéletes, amikor megtalálod. De így dobálod őket, hogy piros pöttyös, nem ezt nem akartam. Nem, elképzelsz, mit tudom én, egy labdát, egy piros pöttyös labdát, amit te is mondasz, kicsi rózsaszín masnival. Tök minél bár. Labdát masnival. Jó, ajándékban. És megérkezel az álmodba, realizálod, hogy álmodsz, majd elkezded a saját magadnak feladott leckét megkeresni az álmodban, hogy vajon hogy alakul úgy az álmod, hogy egyszer csak elérjél a kitalált tárgyad megtalálását. De segítséget tudod, milyen durva? Kérhetsz? Tehát például oda mehetsz, felkelted a felrászhatod Kandász Andit? Néha Vikit felkeltettem már, hol a labda? Érdekes. Jó. Annak lehet szerintetek valami realitás, amit ilyen thrillerekben, meg mindenféle ilyen horrorokban lehet látni, hogy az álmodban szerzel valamilyen sérülést, és annak mondjuk lesz nyoma rajtad, amikor felkelsz. Hát ha elzsibad akarod, akkor biztos. Igen. Vagy leesel a harapás nyomba. Nem, de hogy is. Nem, tehát ilyen nincsen. De hogy? Hogy mit tudom én, hogy a lábad rejted a talált tárgya. Tudod, megvan az akkumulátor, megvan. És felkezd, és be van lilulva a körben. Ez ritkában történnek. 9:50 múlt pontosan 5 perccel, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9:45 lesz pontosan 5 perc. Ha te megkérdezitek a könyv címét, azt hiszem, hogy Tudatos Álmodás ez volt a címe, de nem tudom ki az írója. Így keressétek. Több ilyen van egyébként. Több ilyen van. Mit röksz? Semmit. Ezeket a kis eszmefutatásait. Aludj egyszer velem, mert... Fák tetején való ugrálásról nem hiszem el. Ugráljunk egy kéz a kézben. Nem, azért megmondom őszintén, még van egy kis idő, míg elkészül a bestot, csak egy perc. Azért érdekelt ez a dolog, mert elfecsérelt időnek éreztem azt, hogy naponta 8 órát alszol. Bódulatlanul, öntudatlanul folyónyállal. Aha. És most örülnél a felének is. Egyrészt most örülnék a felének is. Kettő, gondold el, hogyha napi 8 órát alszol, akkor ugye sokszor kiszámoltuk már, hogy 60 évesen nem számolva a csecsemőkortól az a napod nagy részét átalszod, mondjuk minimum 20 év az, amit aludtál. Ugye? Így van. Igen. Nyálcsorgatva, alsógatyába, kiszolgáltatatlan, félpárzoknival fekszel egy ágyon, és alszol. Hát... hasznos, mert szükségünk van rá. És hogy használjuk ki ezt az időt, és ezért kezdtem ezzel foglalkozni, de nem jutottam bele sokáig. Meg azért vagy csak olyan ember, aki fákon ugrálni. Akkor igazán hasznos a társadalom számára alszik. Így van. Köszönöm. Már most nem átgondoltam, de vannak de én nem vettem magamra, de kösz. Robert Mossnak hívják az írót elviekben. Vagy legalábbis neki van egy ilyen című könyve. Hogy Moss-t olvasd el neki később? Moss, nem szabad ezzel szerintem nem várni. Moss mindenképpen olvasd el. Robert Moss vagy szóval? Igen. Moss vagy szóval? Moss-t olvasd el neki később? Így. Tudat a számodás, Robert Moss? Így van. Nem szabad összekeverni, mert nem csak egy Moss van, hanem két Moss. Mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk. Párkapcsolat és arolásokról beszélgettünk. Hétvégén hallottam egy nagyon helyes történetet. Egy születésnapi buliban miszerint elmesélte nekem valaki, hogy az exe azt csinálta, amikor is nem akart, hogy elmenjen valahova, hogy mire hazaért, összegyűrt papírzsebkendőket tette az éjjeli szekrényre, és eljátszotta, hogy ő egész este sírt, amíg az illető nem volt otthon. Ezen nagyon jól szórakoztunk, és megcsináltuk az érzelmi zsarolós témát, vagyis arra kértünk meleteket, hogy írjátok meg nekünk, hogy a párotok, legyen szó férfiról, nőről, teljesen mindegy, mivel zsarol benneteket érzelminek, ha valami olyat csináltok, ami neki nem tetszik, és ez lehet egy barátnős elmenetel, egy baráti elmenetel, egy horgászat, vagy csak egy csajos bevásárlás, ki milyen érzelmi zsarolási technikákat ismert, mert hogy vele csinálják. Nagyon jó SMS-eket kapnak egyébként, tényleg nagyon, nagyon jól jöttek, erről beszélgetünk. Valamint a parkolási ügyet próbáltuk tisztába tenni, mert hogy ugye hát picit talán fű alatt lehet mondani, változtattak a parkolási szabályokon, és
Hát azt hiszem, hogy az autósokat meglehetősen hátrányosan érinti ez a módosítás, ugyanis megszűnt az 5 perces szabály, ennyi időnk volt elsétálni, ugye, és jegyet venni, ha megbüntettek. Most viszont ezt egy tolvonással áthúzták, és arról beszélgettünk, hogy ez mire lehet jó. Feri egészen új dolgokat osztott meg velünk. Hát gyerekek, nyitott szemmel kell járni a világban, és akkor megtaláljuk. Ügyesen, okosan. Nem, igen. Na, mutatjuk már is, hogy miről volt szó ma reggel. Csak bevágta magát a bestóba. Milyen keze van ennek a nőnek? Milyen keze? Csak benyessintette magát abba a bestóba. Megint itt van. Ja? Jézusom, ilyen. Úristen, bármi az adjatok neki igazat, előbb szabadulunk. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Egyébként én mindig mobillal veszem meg, de akkor is oda kell mennem az automatához, mert nem tudom a számot. Hát fel kellene írnom biztos az autóban valahol, hogy tudjam. De nem tudom, az első három számot sosem, mert az utolsó négyet mindig kiírják akkor a számokkal, mindig hogy látom. Mindig 7-6-3 az első. Mindig oda mész megnézni. Nézd már itt is 763. Nézd már ott is 763. Nézd már 0620. Megint azt kell beírnom, hogy 0620. Rettenetes memóriával rendelkező emberek, mint én, nem tudják megjegyezni azt. Ha már olyan applikáció, ami megmutatja, hogy hol állsz, és ott milyen a zóna. Tényleg? Igen. De ott is 763 lesz az elején, ne lepődj meg. Nem változik, csak van egy, azt hiszem, egy magyar applikáció, parkolás. Egy P betűs. Már megnéztem, több van ilyen. Írtak a hallgatók is. Megállsz, és GPS alapon megmondja, hogy ez a zóna, és el is indítja neked a parkolás, sőt, szól is, hogy GPS. Visszaértél a kocsithoz, le akarod-e zárni? Nekem ez megvolt, csak aztán telefont váltottam. Tehát érzékel egy újra a kocsitnál, vagy nem fizetsz túlórát ezáltal. És ha elfelejted, hogy hol parkolt, akkor visszavezet oda. Egy csomó minden van, bámulatos, majd így beszélgessünk a telcsikről. Ja, mondjuk ritkán járok a belvárosban, ahol olyan helyen élek, ahol nem kell parkolódni. Hát, az jó, még a malacot az útszélén hagyják. Úgyhogy. Hát, igen, tőlük nehéz parkolni, arra kell lögdösni őket. Meg akinek a haveri a polgármester, nem viszik el az autó. Na, az meg, jó, az meg a másik. Ki van ott a rendszám mindenhova. Elbüntessék. Úgy azért könnyű. Na, hívjuk a naphallgatóját. Ezért nem vitték el eddig. Hát, sosem tudtam. Ugye? Igen. Kösz, Levi. Az bizony. Adj már. Jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Ákos? Így van. Ákos, egy szellemeset írtál nekünk ma reggel, azt hittem, mire megy el a parkolási díj, sok-sok kérdőjellel, mire hármat számolok. Ezt tudtad nekünk küldeni. Hétfőre elmegy. Ákos, ezzel teletél a naphallgatója. Jó, de szerre leszed össze magad. Igen. Hol hallgatsz minket, Ákos? Hát most konkrétan Balatonbogláron vagyok. Balatonbogláron, mi jót csinálsz arra felé? Hát sofőrködöm. Sofőrködöm. Jó. Oké, Ákos, küldjük a csomagot. Köszi, minket hallgatsz. Ciao. Köszönjük. Sziasztok. Köszi, ciao. Hello. Csabikám, jó volt a turné? Nagyon jó volt. Rengeteg hallgatóval sikerült találkozni. Teljesítettem a kívánságaikat. Nyertek. És még zenét is küldhettek. Igen. Nyertek is. Tök jó volt. Vidámak voltunk. Na. Az jó. Menő. Az jó. Ilyenkor tök fura egy hét után visszaülni, nem tudom nektek ez milyen, mondjuk a Jani ritkán ül a pultnál, de ilyenkor meg kell szokni megint, hogy melyik gomb melyik. Ja, hát évek óta így élek, melyik gomb melyik. Igen, nap után is képes. Elmegyek hétfőn, kedden vissza, már mindent elfelejtek. Mindig a zsűre nézek, miért világít ez zöldet, minden nyomjuk, meg nagy baj nem lehet. Egy hét után. A múltkor kivett inni egy kávét is, ugyanígy jött vissza. Melyik gomb melyik? Most mi van? Hol vagy? Milyen zenéid lesznek, Csabi? Remek zenénk? Beszéltetek a countryról reggel, és arra gondoltam, hogy pont azért, mert múlt héten úton voltam, és kicsit átéreztem, főleg ott, ahogy Fehérvárról Győrre megyünk, aztán az a 81-es, ott rengeteg kamion ment, átéreztem az ő életüket egy kicsit. Hozom nektek a Rascal Flatts nevű zenekart, és a Life is a Highway című klasszikus. Ez egy régebbi. Hol volt? Melyik ez a vidék, amiről a Szádon jutott az eszedbe? A 81-es út, ahol rengeteg kamion megy. Szinte hallottad a banjo szót már, nem? De nem, hanem ugye ez a dal, amit ajánlok, ez a Cars, a Verdáknak a betét dala volt, és nem tudom, nekem erről mindig a kamionos élet jut eszembe, és ott, ahogy mentünk, és rengeteg kamion jött szembe, meg ment előttünk, meg mögöttünk, beugrott ez a dal, és azon arra gondoltam, hogy ezt most meg. Nem is látom, itt beszerkesz, van egy Heaven Street 7, erről nem tudlak lebeszélni, nagyobb készpénz összeget adnék, hogy ne add le. Annyi szabad szemmel látható összeget kifizetnénk neked, csak ne add le azt a dalt. Ha kicsit előrébb leadjátok ti, akkor én már nem. Jó? Jó. Csabjén a kívánság műsorral 555-55-00 a telefonszám. Kérjetek tőle dalt, jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.
műsora.